Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a mai konferencián. Múltkor elindultunk már a programalkotás útján, melynek 5 lépcsőfoka van. Most elérkeztünk a másodikhoz, melynek a címe az agyonépített város. Nem is húznám tovább a szót, átadom a megnyitónhoz a szöveget Puzsér Robertnek, független főpolgármesterjelöltnek. Fogadják sok szeretettel. Nagyon köszönöm a részvételt. Nagyon köszönöm a programalkotási folyamatunkban való részvételét a civileknek. Ez egy nehéz folyamat, nehéz dolog komolyan venni egy programot ebben az országban. Nehéz. És keserves kísértés minden perce, hogy az ember nagyobbat ígérjen, mint amekkorát végre tud hajtani. Mert álmodni, főleg a választók helyett, könnyű. Karácsony Gergely új Budapest törvényt ígér. Csak egy példa. Új Budapest törvényt. Törvényt. Mikor írt utoljára Karácsony Gergely törvényt? Mit jelent ez? Ez egy teljesen fedezet nélküli ígéret. Hát 2022-ben lesz a következő választás, amikor törvényhozást választanak. Hogy ígér egy főpolgármester jelölt törvényt? Eleve, ebben az országban, ahol tudjuk, hogy kik törvénykeznek és hogyan. Mit jelent ez? Nekem feltett szándékom, hogy ebben a kampányban egyetlen hazugság nem fogja elhagyni a számat. Ez azt jelenti, hogy semmit nem fogok ígérni, amit nem tudok végrehajtani. És semmit nem fogok megígérni, amihez nem fogom tudni politikailag megszerezni a támogatást, hogy azt képes legyek végrehajtani. Ahhoz, hogy Budapestről beszéljünk, valóban Budapestről, valóságos Budapestről, na a marketing hazugságoknak az ideálfényéről, ami Budapestet fest majd, ahhoz először szembe kell néznünk a Kádár rendszer örökségével. Aztán szembe kell néznünk a Demszki örökségével, és aztán végül a Tarlósnak az örökségével. A Kádár rendszernek az öröksége az Budapestre, arra a Budapestre, ami hát mindannyian tudjuk, gyakorlatilag a dualizmusban épült, arra így ráterhelte a maga gondolkodását a közös térről, meg a közös létezésről, meg a közös létezés funkciójáról és minőségéről. A Kádár rendszer az úgy gondolkodott, hogy a funkció az mindenható, és az élet minősége az igazodjon mindig minden körülmények között a funkcióhoz. Ennek tragikusak lettek a következményei. Tulajdonképpen a Kádár rendszer, meg úgy általában az államszocializmus emberképéhez lett leszállítva a város. Meg lehet nézni a déli pályaudvart. Azt hiszem, hogy ez a legkirívóbb példa mind közül. Demszky Gábor öröksége a kallódás 2 évtizede. Ugye a Kádár rendszerben a funkció ült tort az életminőségén, a Demszky Budapestjén a 4 évszak ült tort az életminőségén. Az erózió ült tort az életminőségén. A kallódás és az eséskelés összeáll egyfajta sajátos, ilyen félig kusturicai létezéssé, melynek szimbólumai a romkocsmák. Etimologizáljuk ezt, hogy romkocsmák, ha szabad. És akkor eljutunk a Demszky Budapestjének a szívéhez. Romok közt kocsmázni. Tehát van egy foghítelek, vagy valami nagyon-nagyon lepattant, ilyen igazán balkánias környezet. Erre mondom, hogy kusturicai, tehát hogy ennek bája van. És akkor ott megnyit egy csörcsap. Ez a romkocsma. A romkocsma az Demszky koncepciótlanságának az eredménye. Azt nem Demszky hozta létre. Demszky
létrehozott egy eróziót, és az erózióban termelődött egy ilyen lokál, amiből aztán lett egy bulinegyed. De a romkocsma szó az leleplezi ezt. Azért jönnek ide világ különböző tájáról, hogy romok közt kocsmázzanak. És mi szolgáltatjuk a mi Budapestünk a romokat. És akkor érdemes beszélni Tarlós István örökségéről is. Amíg Demszky Budapestje az egy erős Budapest volt, amelyiknek eszébe nem jutott a saját erejét felismerni, megvallani, vagy akár alkalmazni, addig Tarlós István Budapestje már nem egy erős Budapest. Egy gyenge Budapest. Egy gyenge és gyáva helytartóval az élen. Egy Budapest, amelyiknek az Orbán Viktor elvette a jogainak és a költségvetésének a felét. Minden második forintját és minden második jogát az önrendelkezéshez. És Tarlós István ezt végig asszisztálta. És most ezekhez a megfogyatkozott jogokhoz és megfogyatkozott költségvetéshez kell programot írnunk. Már ehhez. Már a Tarlós utáni Budapestnek. Nekem az a koncepcióm, hogy a politikus az térjen vissza oda, ahol a helye van. Meg a politika térjen vissza oda, ahol a helye van. A politikus adjon irányt, adjon víziót, a vízió felé irányt, és ellenőrizze a megvalósuló munka minőségét. És korrektségét és tisztaságát. Ez a feladata. És ennél nem több. Nem kell szakértőnek tettetnie magát, hogy eljátsza, hogy ő szakértője egy témának, hogy ezzel kétes bizalmat hajtson fel maga iránt. Tehát akkor arról fogok beszélni, hogy mi az, amit felelősséggel a jelenlegi költségéből, költségvetéséből és a jelenlegi jogaiból egy főpolgármester kihozhat 5 év alatt. Kezdem talán azzal, hogy mit nem. Vannak ezek a sebb helyek, amelyek felszabdalják Budapest arculatát. Ezekhez nincs hozzáférésünk. És még hogyha lenne is, olyan költségekbe kerülne kivásárolni azokat az ingatlan tulajdonosokat a jogukból, hogy a köztereinket szétgyalázzák, felsértsék, hogy ha rám szakadna a Budapestre, Budapest költségvetésére rászakadna a Nemzeti Bank, akkor azért volna itt mit tenni. Azért lendülhetne az acélgolyó, akár a Kálvin téren. Mik ezek a sebb helyek, és miért képződtek? Azért képződtek, mert Demszky Gábor Budapestjén nem volt koncepció. Nem volt a városnak gazdája. Nem volt a város arculatának gazdája. Lehet, hogy volt egy főépítész, de az csak arra volt jó, hogy a főépítész mutogasson a Demszkyra, a Demszky meg a főépítészre. Én egyszer, amikor még újságíró voltam, behívtam a Demszkyt a műsorba, hogy ezekről a sebb helyekről diskuráljunk. Olyan lelkesen értett egyet mindenben, amit mondtam, hogy nem lehetett vele vitatkozni. Nagyon igaza van, szerkesztő úr. Borzalmas, ami a Kálvin térrel történt. De hát mondom, akkor kezdtem megérezni a tehetségét ennek a Demszky Gábornak. Tehát mondom, főpolgármester úr, hát ön a főpolgármester. És akkor elkezdett dődött a panaszáradat, hogy ó, hát maga nem tudja. Milyen nehéz. Hát ezt nem lehetett megakadályozni. Hát ott a főépítész. Ez a kallódás ez azt okozta, hogy az épületek, az új épületek, Demszky alatt épült épületek rendre a legolcsóbb építőanyagokból épültek. Mert az önkormányzatnak nem volt koncepciója arra, hogy kell kinéznie egy városnak. Annak a városnak, amit vezet. A legolcsóbb építőanyagok, üveg és acél. Meg lehet nézni a Calvin teret. És akkor meg lehet nézni a Clark hotelt, most a Clark Ádám téren. Azt látjuk, hogy változott a helyzet. Azt látjuk, hogy kevesebb lett ez ilyenfajta sebb hely, amit egyszerűen a városnak, Budapestnek a dualizmusban épült építészeti világa, az ledob magáról.
Nem látjuk ezt a különösebb változást. Vannak sebb helyek, amelyeknek a helyi állítására egy főpolgármester ígéretet tud tenni. Ezek még bosszantóbb, kicsi gondatlanságok, de olyanok, amik évtizedes viszonylatban üvöltik világgá azt, hogy ez nem Budapest, hanem Kijev. Ha elmentek a Erzsébet hídnek a budai lábához, és felnéztek a Gellért hegyre, látni fogjátok a Gellért püspöknek a szobrát. És alatta azt a vízesést. Na most, hogyha nyáron vagytok kint, amikor zöldel a növényzet, akkor azt fogjátok látni, hogy jaj, de szép és milyen igényes, milyen kultúrált. De ha visszamentek télen, vagy mondjuk ősszel, amikor már kopaszak a növények, látni fogjátok, hogy a csövek a köveken ott futnak föl, azon vezetik föl a vizet. Rozsdás csövek, rozsdás vascsövek vezetnek föl a sziklákon. Ezeket a csöveket én 20 éve nézem. 20 éve nézem. És senkinek nincs gondja rá. Senkinek nem fáj, hogy ide jönnek a turisták, és azt mondják, hogy na hát igen, kicsit tirana. Ez mennyiből állna ezt megcsinálni? Ez nem pénzkérdés. Ez önmagunk iránti igényesség kérdése. Amire határozottan ígéretet tudok tenni, hogyha főpolgármester leszek Budapesten, én határozottan, és pedig akármikor, tehát ez nem a 2019-es ígéret, hanem hogyha ez 24-ben, hogyha ez 29-ben, 34-ben, vagy akármikor, rendeletileg fogom előírni, hogy a házak tetejéről eltűnjenek a reklámok. Mégpedig a házak költségén. Az épületek oldalán addig lehet reklám, ameddig föl van állványozva, mert tatarozzák. És amikor kész van, akkor le kell szerelni a reklámmal együtt az állványzatot, és kész. Az egy vicc, hogy a város épületein 40-50 évvel ezelőtti kiégett neonreklámok vannak fönt. A Budapest szívében. Márka üdítőital. Itt még nem ért véget a Kádár rendszer. Nem akarjuk, hogy vége legyen. Amit nem lehet nyilván megígérni, mert ez egy 50 éves program, nem egy 5 éves program, hogy a házaknak a tragikus állapotban lévő homlokzatát helyre kell állítani. De ez nem jelenti azt, hogy a következő 5 évben nem kell teljes erőből nekiesni ennek a munkának. Hogy 50 év múlva kész legyen valamilyen szinten, és elkezdhessük újra. Sajnos ez ilyen. Egy várost karban kell tartani. Menjen el valaki Párizsba, és nézze meg, hogy néznek ki a homlokzatok. Nézze meg, hogy néz ki egy város, amelyik igényes önmagára. Nem csak a homlokzatoknak kell megújulni. Az a bolti és éttermi portál erdő, ami körülvesz minket a városban, amit megint csak a szabad verseny szabályoz, ugye a piac láthatatlan keze szabályoz, és körülbelül az ő ízlését is dicséri. Ahogy az kinéz. Hogy néz ki a városunk? Ez mi dönti el? Hát az, hogy mondjuk a boltos leszerződik a Coca-Colával. A Coca-Cola kötve egy olyan szerződés, hogy egyetlen fillért sem kell fizetnie. Viszont kap egy hűtőt tele termékekkel. Amely hűtőt rendszeresen jönnek és feltöltik termékekkel. És még emellé kap egy cégért, amire ki lesz írva egyet párhuzamosan, egyet merőlegesen az utcafronttal, ahogy kell, és ki lesz írva rá mindkettőre kétszer is, hogy Coca-Cola. Plusz az ő cégének a neve. Ugye a két Coca-Cola felirat közé.
És ingyen, nem kell érte fizetnie. Magyarországon ezt úgy írják alá, hogy még be se fejezték a nevük leírását, már berúgtak. Hogy mekkora buli, úristen. Hogy néz ki a város, hogy néz ki a környezetünk? Az adott része a városnak, az adott városrész saját világgal, saját hangulattal, saját arculattal kell, hogy rendelkezzen. Valami olyannal, ami a mai Budapestben és a 100 évvel ezelőtti Budapestben, vagy inkább a 120 évvel ezelőtti Budapestben közös. Valahol közös. Valami, ami hordozza Budapestnek egyszerre a múltját, és egyszerre a jövőjét. Valamit, ami a városhoz tartozik, és nem a multinacionális cégekhez, akik adják, veszik a köztereinket. Mi történt? A város lemondott a köztereiről, és akkor benyomult az űrbe, ebbe az űrbe, amit a város nem töltött ki, és a politika nem töltött ki, benyomult a Coca-Cola. És Demszky Gábor azt mondta, hogy nagyszerű. Pörög a GDP, és ez az emberi létezés legmagasabb foka. Ha pörög a GDP. Tehát a Coca-Cola tudja. A piacisten láthatatlan keze azt írja, hogy Coca-Cola. Hát ebből kell a jövőnket írni. Na hát erről az útról kell visszafordulni. Fel kell ismerni, hogy kik vagyunk. Kik vagyunk mi itt Budapesten. És biztos, hogy nem Coca-Colával írják. Megint ott tartunk, hogy erre megint csak nem lehet ígéretet tenni 5 évre, de ha a világpénze a fővárosra szakadna, akkor én kiirtanám a felső vezetékeket az egész városból. Ha valaki járt már olyan városban, ahol nincsenek felső vezetékek, az megtapasztalta, hogy micsoda különbség az élet minőségét tekintve. Hogy nincsenek felső, semmiféle felső vezeték. Hogy a jelzőlámpák azok oszlopokon vannak. És hogy az oszlopok azok pedig szintén a éttermek és boltok portáljaihoz hasonlóan egységes stílust hordoznak. Valamit, ami Budapest. Valamit, ami mi vagyunk. Valamit, amit magunkból nyerünk ki, és valamit, amit átadhatunk a gyerekeinknek, meg az unokáinknak. És nem a Coca-Cola. Röviden ezeket szerettem volna elmondani, és jelezni szeretném, hogy Budapestben hatalmas, gigászi potenciál rejlik. De ez jelenleg nagyon-nagyon alacsony szinten teljesül, és nagyon kevés intézkedéssel, és nagyon csekély pénz elköltésével sokkal, de sokkal többet lehetne kihozni Budapestből. Erre viszont csak az képes, akinek van saját koncepciója és saját elképzelése Budapesttel kapcsolatban. Nem az, aki az üzleti köröknek az igényeit és a szükségleteit megméreti más üzleti körökkel, és az alapján következtet arra, hogy mit akarnak az emberek látni, vagy mire van szükségük az embereknek. Koncepcióra van szükség. És az igazság, hogy ennek a városnak nincsen gazdája. Nincsen gazdája a Kádár rendszer óta. És a Kádár rendszerben meg még volt gazdája, de bár ne lett volna, vagy bár ne ezek. Úgyhogy most ott tartunk, hogy ezt a munkát valakinek fel kell vállalni. Valakinek, aki Budapest gazdája akar lenni, mert hajlandó az lenni, és akinek a számára Budapest nem dobogó vagy dobbantó a még több hatalomhoz, meg nem egy lehetőség, hogy még nagyobb, még magasabb politikai posztra kerüljön. Az én számomra a politika úgy, ahogy van eszköz. Eszköze annak, hogy körülbelül többek közt nagy részt, és lényegében azt, amit az imént elmondtam, nyilván nem kizárólag, hiszen a zöld területekről még csak nem is volt szó, a Dunapartról még csak nem is volt szó. Rengeteg vonatkozása van ennek a koncepciónak, de magam részéről ezekre, amik itt most az imént elhangzottak, határozott szándékom van, és szeretném, hogyha a kedves hallgatókban nem lenne kétség a felől, hogyha megválasztanak, ezeket végre is fogom hajtani. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen a megnyitót. A Sétáló Budapest program alkotásakor rendkívül fontosnak tartottuk, hogy minél több szakembernek a véleményét kikérjük, és elmondhassák, hogy mi az igazán fontos, mi az, amit valóban meg tudunk valósítani. A következő eladás arról fog szólni, hogy hogyan tudjuk az emberközpontúságot visszaadni a köztereknek. Ez pedig három tervező fogja prezentálni, akik nem mást, mint Csernenszky Áron, Sós Árpád és Sós Timur. Na, miután itt rendezkedtünk egy sort, szeretnénk bemutatkozni és elmondani, hogy mi lesz a következő 20-25 percnek a témája. Alapvetően ezt az anyagot egy pályázatra készítettük másfél évvel ezelőtt, és nyertünk be egy díjat. A téma pedig az Erzsébet híd-Pest budai hídfője volt, és azonban is a Döbrentei térre fordítottunk nagyobb figyelmet. És a mellettem álló remek szakemberek pedig Sós Árpád közlekedésmérnök és Na jó, nem sikerült megúszni a mikrofont, folytatom azért. Sós Timur építész, és én pedig Csernenszky Áron vagyok, marketing szakember, de mentségemre szóljon, hogy vagy mentség, hogy közgazdász vagyok papíron. Én fogok most egy kicsit okoskodni a térnek a jelenjéről és a múltjáról röviden, az eszközrendszerünkről, utána pedig átadom a szót a szakembereknek a forgalomtechnikai mérésekkel kapcsolatban és építészeti megoldásokkal kapcsolatban. A tervezési területet mindenki jól ismeri, ez az első kerület szívében található autópálya lehajtó csokorként néz ki. Hatalmas, kihasználatlan zöld felületekkel, autóval gyönyörűen körbe lehet őket brümmögni, viszont megközelíthetetlenek. És amiről talán még híres, az említett vízesésben néha mosóport lehet szórni, és akkor habzik. Azt láthatjuk, hogy egy hatalmas terület, amit mondtam, hogy tényleg hatalmas zöld felületek vannak, és látszólag nem használják a budapestiek, vagyis úgy használják, egyedül egy funkciót elégít ki jelenleg, ez mégpedig az autós közlekedés zavartalan áramlása, gyalogosok és kerékpárosok elvétve használják. Amikor kint voltunk terepszemlén, akkor láttunk egy-két az életét nem féltő turistát, ahogy megpróbált átvágni a hídon átkelve azon a sok-sok sávos úton, lett belőle egy kis dudálás, megfékezés, meg ilyesmi, ami ezzel jár. És ez látszik, vagyis nem látszik, hogy a kép jobb felén az látszik, hogy a hídon állnak az autók, és hogy milyen rengeteg helyet hagynak az autóknak, és ennek ellenére hiába elég nagy a kínálat, a kereslet sokkal nagyobb, és a forgalmasabb órákban a dugó az szinte állandó, ugyanúgy állnak a dugóban a buszok is. A kép bal oldalán pedig egy szűk keresztmetszet látható, az észak-déli kerékpáros útvonal, az Euró 6-os itt halad át, egy másfél méteres járdaszakaszon osztozva a gyalogosokkal és a mindenféle egyéb ott életvitelszerűen élő emberekkel. De hogy azt szokták mondani, hogy a régi emberek erkölcsösebbek voltak, ez erre a térre mindenképpen igaz, mert a 20. század közepéig nem volt divat a hálószobánkon átengedni az országos tranzit útvonalat. Ez látható egyébként itt is, hogy a 19. század végén a szerb kereskedő házak elbontásával kialakítottak egy gyönyörű teret. Ez az egykori Döbrentei tér, hatalmas parkokkal, szökőkutakkal, vízvételezési lehetőséggel, bérpalotákkal. Még egy kép erről a szép területről. És utána ugye a pályázat neve az a Buda és Pest találkozása, és azért választottuk neki ezt a nevet, mert egészen egyébként a 20. század közepéig ez egy találkozási pont volt a híd megépültével. Hétvégente 30-40 ezer ember áramlott át Pestről, ahol ugye zöld felület hiány volt, és indultak neki a budai hegyeknek. Úgyhogy ez egy jó találkozási pont volt kávézókkal, kiülős helyekkel, és pezsgő fürdő élettel. Részben ez a fürdő élet ítélte halálra a Tabánt, amikor 30-es években lebontották a házakat, de a tér struktúrája jelentősen az új híd megépültével változott meg. És a következőkben azt szeretném elmondani, hogy semmi újdonság nem lesz ebben a tervben. Nagyon értelmes tekintetű emberek vannak
mellettem, de mi nem találtunk ki újdonságokat, hanem meglévő szakirodalmakat használtunk föl. Pont a két említett irodalmat ajánlom mindenkinek. Itt nagyon jó megoldások vannak arra, hogy hogyan lehet újra felosztani a közösségi területeket ahhoz, hogy mindenkinek jusson, és ne csak egy-egy funkciót elégítsünk ki, hanem emberi léptékű városok jöjjenek létre. Egy képet kiragadtunk, és ez még látszik is, hogy hogyan lehet átalakítani egy közterületet. Köszöntök én is mindenkit. Nehéz helyzetben vagyok, mert a foci és a politika, valamint a közlekedés az a téma, amihez minden magyar ember ért. És nekem jutott a lehetőség, hogy beszéljek egy kicsit arról, hogy milyen mikro és makro forgalmi tényezők jutnak erre a területre. Itt, akik itt vagyunk nagyjából egyébként, választhatnánk, hogy ezt a teret, ezt a egy autóbusszal, kerékpárokkal vagy személygépjárművekkel metszük-e. Jól látható, hogy tényleg nagyjából, hát látszódna a képen, hogy annyi ember áll itt a különböző forgalomba, a különböző közlekedési eszközök előtt, ahányan itt vagyunk, és ahogy a jobb oldali képen látható, ennyi autóra lenne szükség, hogy átmenjünk a Döbrentei téren. De miért ne tennénk meg, hiszen ma erre van kialakítva a tér. A 70-es években úgy döntöttek, hogy ennek adnak teret. Az már más kérdés, hogy ez több mint 50 éve történt és következett be. Felmerült tehát a kérdés, hogy milyen funkciót tölt be ez a tér. Itt van a város szívében. Tulajdonképpen, ha gyalogosok vagyunk, vagy kerékpársak, akkor nagyon messziről elkerüljük. Ha gyalogosok azért, mert előre nem látható lépcsőáradatba, útvonalakba bukkanunk. Ha biciklisek vagyunk, akkor pedig hát egy jó biztosítással lehet, hogy belefutnék ebbe a térbe, meg úgy a környezetébe, de egyébként kevésbé alkalmas erre. Arra gondoltunk, hogy ezt a funkciót mi megtaláljuk, és hát ahogy említettük, nem új dolgot fedeztünk fel, hanem szeretnénk a Véráramába csatlakoztatni, a város szövetébe csatlakoztatni ezt a teret, a tervünkkel, a javaslatunkkal. Ha a makrokörnyezetét vizsgáljuk a térnek, akkor azt látjuk, amit sárgával jelöltünk a tervezési területet, azt látjuk, hogy tulajdonképpen ezen a város szöveten már mindenhol forgalom korlátozás található. Piros színnel jelöltem azt, ahol a szabályozási okokból eredő forgalomkorlátozással találkozunk, akár a forgalomszabályozás, akár a jogi szabályozás tekintetében. Kékezződe jelöltem azt, ahol nyilván földrajzi, illetve funkcionális oka van, illetve hát nyilván a vár, ami még közvetlen környezetében van, az funkcionális és történelmi jelentőség miatt szabályozva van. Ám ennek a metszetében található a Döbrentei tér, ahova három nagyon súlyos forgalmi ág találkozik, de hozzáteszem itt, és talán itt a legjobban látható, hogy nem a Döbrentei tér a szűk keresztmetszet. Jelen forgalmi helyzetben a Váci útat meghosszabbító, vagy hát a Váci útnál lévő gyalogos átkelő, ami a reggeli órákban jelenti a forgalmi szűk keresztmetszetet. Itt az a híd és a Döbrentei tér kiválóan alkalmas arra, hogy felsorakoztassa azokat a járműveket, amik tovább áramlanak majd a reggeli csúcsórában. Hát nagyon számokba kár belemenni, de az érzékeltetés képpen azért, hogy nem mondjuk azt, hogy nem beszéltünk a gyakorlati részről, az látható, hogy a napi forgalmakat láthatunk A-nevben, a táblázatban pedig személygépkocsi darabokat láthatunk a csúcsórában. A legnagyobb érték az a csúcsórában 1728 darab személygépkocsi a Ferenciek tere felől áramlik ez kifelé, az Bakcsópont felé. Ehhez nagyon hasonló nyilvánvalóan a másik irány, a Bakcsópont felől a Ferenciek tere felé. Ha ezt abba a forgalomba, ami a tervünk által javasolt módon belenyúlunk, akkor a személygépkocsi forgalom 55%-a fenntartható továbbra is ezzel a térstruktúrával, amivel mi dolgozunk, és marad az a 45%, amit nagyjából a csúcsórában 10 sima szóló citárobusszal, vagy egy szóló, ami ritka, Tátra villamossal
kiválthatunk, tehát nevetséges mennyiségű tömegközlekedési eszköz szükséges hozzá. De hozzáteszem, hogy nyilván ez csak egy ilyen, hogy itt legyen, azért szerepel, itt senki nem indít és nem közlekedtet a Döbrentei tértől a Ferenciek térig buszjáratot, tehát ez nyilván bele kéne szűrni az aktuális menetrendi kiosztásban. Még hozzá fogok szólni a forgalmi szempontokhoz, változásokhoz, hogy látványos legyen, de akkor néhány szó a urbanista szemmel. Urbanista szemmel. Urbanizmus, urbanisták, ez egy csapatmunka. Tehát akkor, akik itt vannak, mindenki most akkor urbanista szemmel vizsgálódhat. A bal oldalon látjuk ezen a hatalmas kivetített képen, hogy melyik területtel foglalkoztunk. Nyilván nektek ez egy piktogram. Tehát itt jön át az Erzsébet tér, vagy pontosan az Erzsébet híd, ez maga a Döbrentei tér, és akkor gyorsan egymás mellé tesszük azt, hogy hogy is néz ez ki a jelenlegi valóságban. Hogyha onnan vizsgáljuk, ahol most megjelent a kis nyíl, akkor a lenti kis kéz és kic az ennek a víziónak a, hát mondjuk egy ilyen prekoncepcionális bemutatása. Ezt a vörös kerettel ellátott részt most kiemeljük, és hát ez a mostani valóság. Láthatjuk, hogy irgalmatlan mennyiségű és szélességű autóút jön át, gyakorlatilag tényleg egy autópályát láthatunk, egy autópályás, egy felüljáró rengeteget, és mi ezt nemes egyszerűséggel a forgalmi számítások alapján hát elbontottuk, és ezt az elbontást követően jelenleg is meglevő, csak a hidak alatt lévő területeket visszaadtuk a gyalogos közlekedésnek. Gyalogos és tömegközlekedésnek, vagy ahogy manapság hívják, ugye ez a közösségi közlekedés, de ahhoz, hogy közösségi közlekedés legyen valami, ahhoz közösségnek is lenni kell, ami még egyelőre nincsen. Szerintem most mondd el ezt az utas történetet még. Hát túl sok hozzáfűzni való nincs. Mi itt az Erzsébet hídra villamos pályavisszaemelését javasoljuk, ez nyilván nem 5 éven belül valósul meg, illetve megszűnik, az jól látható, az Erzsébet híd délfelé tartó forgalmi kapcsolata, hát ezt be kell vállalni, egyébként hozzáteszem, hogy ez egy, mikor kint voltunk terepen is mérni forgalmat, meg a BKK által adott forgalmatokból is nevetséges, talán percenként egy, vagy maximum 2 jármű használja átlagosan ezt a műtárgyat. Ennek a műtárnak a fenntartása, stb. Ez kiszámolható, de jelen pillanatban nyilván ez az egyetlen forgalmi kapcsolati pont, ami megszűnne, minden más pedig fenntarthatónak véltünk. A villamos gyakorlatilag az új villamos, áthívő villamosnak a pályáját azon az út által is már kitaposott ösvényen visszük tovább, ahol jelenleg ez az autópálya rész áll. Illetve ami nagyon fontos, hogy hát mi fontosnak érezzük legalábbis, hogy a jelenlegi behúzott szűk állapotot feloldjuk, és egy átmenő, áramló, a vár felé tartó és a vár felől jövő forgalomra megnyitott térré tesszük. Itt egy fontos lehetőségként kihasználtuk azt, hogy a kerékpáros forgalomnak ezt a sárgával jelölt szakaszát teljes mértékben rendbe raktuk és rendezetté tettük, úgyhogy azt a térnek a gyalogos közlekedését, áramlását, a villamos közlekedését nem zavarja, ma maximum annyira zavarja, mint amennyire a Kossuth térnél láthatjuk, tehát ez egy együtt élhető, az illamossal és a kerékpárral együtt megvalósítható közlekedési struktúra. A Buda és Pest találkozás, hogy miért ez a cím, nem csak történelmi oka van, hanem látnunk kell azt, hogy egyrészt a Buda felől jövő autóbuszforgalomnak itt adunk teret a megfordítására, ez majd látszódni fog egy későbbi képen. Itt javasoljuk az átszállást, illetve több mint 400 kerékpáros tárolóhelyet javaslunk erre a térre. Tehát aki ide a budai hegyekből megérkezik közösségi közlekedéssel, azonnal kezdve a sík pesti, vagy akár a sík budai területeken nyugodtan folytathatja útját kerékpárokkal is. És ez ismét lehetőséget teremt arra, hogy használható funkciót találjunk a kerékpárosoknak. Azt még fontos elmondani, hogy itt a közlekedéssel kapcsolatban nagyon
feloldandó az ellentét, amit nem is tudom, hozzáállásból próbálnak gerjeszteni, hogy vannak gyalogosok, vannak biciklisták, vannak autóval közlekedők, tömegközlekedők. Mi ezt úgy kezeljük, hogy egy személy egy nap alatt lehet több is. Tehát a szembeállításnak semmi értelme nincsen, viszont a lehetőséget meg kell adni annak, hogy ez így is lehessen, hogy egy nap lehess több szerepben is esetleg. Ezért az előbb említett kerékpár leszállási lehetőségre itt tudunk helyet, egy 250 kerékpár befogadni képes, nagyon egyszerű, fedett, nyitott térrel. Illetve a lokális pluszok. Áron elmondta, hogy nem találtunk föl semmi újat, csak kihasználjuk a lehetőségét a helynek, és pár szabályt betartva csinálunk egy számunkra mozgalmas teret. Talán kevesen tudják, hogy itt három forrás bújik elő az Erzsébet hídnak a budai hídfőjénél, és jelenleg ez egy ilyen hídtest alá berakott, nagyon nyomasztó térben van. Hát kevés idős ember látogatja. Mi ennek szeretnénk nagyobb szerepet adni, nyilván vonzása is lesz ennek a tér esetében. Egy olyan kilátó kávézóra gondoltunk, amire erről a magas hídtestről ki lehet menni, el lehet látni a parlament irányába, illetve egy ásványvizet, ezt a három ásványvizet felhasználó kávézó, ásványvízbár, akármilyen vendéglátó funkcióval el lehet látni. Menjünk egy kicsit, sétáljunk végig ezen a téren. Hogyha átjövünk az Erzsébet hídon, magassági különbségek vannak, ezt egyik irányba egy pihenős lépcsővel oldjuk meg az összekötését, ami széles és egy kényelmes szabású, illetve ezt a magasságot egy megfelelő esésű rámpával gyakorlatilag lenullázzuk itt egy pontban. Megmutatjuk azt is, hogy tovább haladunk. Ha leértünk a lépcsőn, akkor gyakorlatilag egy árnyékos területen találhatjuk magunkat, ahol különböző megállító játékok kaphatnak helyet, téli funkció esetén korcsolyapálya, és sok-sok olyan funkció, amit a mai kortársterekre el tudunk képzelni, hogyha az ember oda megy, akkor minden generációnak legyen mit csinálnia, találjon magának elfoglaltságot egymással, meg ezekkel az eszközökkel. Ha eljövünk középre, itt találunk egy, hát csak fehér foltot láttok, ez egy aluljáró. Mi utáljuk az aluljárókat, de kihasználjuk azt, hogy itt van a legmagasabban az alsó rakpart. És ha már a legmagasabban van az alsó rakpart, akkor el tudunk menni alatta úgy, hogy a Dunának a maximális vízállásához képest még mindig tudunk egy zárást csinálni, ne legyen állandóan elöntve az alagút. Van egy bevilágított felületem, amit mindjárt mutatom metszetben, és gyakorlatilag le tudunk menni a vízpartra. Itt található az említett rézsű, illetve itt található az említett alagút aluljáró, ami középen az autós és a tömegközlekedés közt kap egy bevilágító sávot, ahol eljutunk a Dunapartra. A Dunapart mentén állítottunk egy mellvédet, aminek ilyen cserélhető ajtajai vannak, hogyha az áradás, akkor be lehet tenni, és általánosan az áradást ki lehet védeni azzal, hogy a Duna általános magassági szintjén fölé emeljük ezt a kis vasbeton falat, és akkor mondjuk csak 5 évente van elöntve ez az alagút, vagy aluljáró. A Korzó stúdiónak a tervét is felhasználtuk, implementáltuk ebbe a tervbe. Megint nem sokat láttok belőle, de remélem ismeritek. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy ha már rakpartjaink szűkek és mondjuk sok forgalommal bírnak, akkor építsünk mellé álló stégeket, ahol lehet esetleg sétálni és interakcióba kerülni a vízzel. Szóval ez a terv egyrészt ezt a tervet tartalmazza, meg a sokak által elítélt libegő tervét. A következő zónánk, hogy haladunk észak felé, a vár felé, ez egy közlekedési áramló tér gyakorlatilag. Itt is eljövünk a növényszigetek között, befordítjuk a villamost, ami itt össze tud fonódni ezzel az ujjággal, és elindulunk a templom tér felé, ami most már ténylegesen térré tud változni. Ki vannak zárva a parkolóautók, itt kapnak majd később helyet, mert ide egy piacteret is szeretnénk létrehozni, ami egy ilyen termelői piacként tud működni, meg esővízgyűjtő szerepe is van. És akkor a várnak az aljáig eljutván, ahol most van a jelölőkeret, láthatjuk ismét azt a fajta
számolás alapján létrehozott új forgalmi csomópontot, ahol ismét átadom a kedves öcsémnek a szót, hogy szóljon róla pár mondatot. Hát igazából ezért, aki járt erre, az ismeri. Itt egy túlzott közúti kapacitást nyújtunk a jelenlévő járműveknek. Rengeteg ilyen körforgalmi lehetőséggel, balra, jobbra, mindenfelé kétszer is lehet kanyarodni. Ez egy teljesen felesleges burkolati egy topzódás, így van. Itt látható az, amit említettem, hogy a buszfordításra itt adunk lehetőséget, illetve a meglévő kapacitásokat, egyébként szükséges kapacitásokat, mint látható, nem érintjük. Tehát azok az útmetszetek, amik most adottak, azok most is megvannak, azok a keresztmetszetek, úgyhogy ilyen szempontból ez nem kihívás, csak egy térfelszabadítás. De igazából aki... Az átalakulásnál látható tehát a piactér, ahogy a meglévő templomnak a feltárása megtörténik, terveztünk ide egy kávézót ismét, egy gyerekeknek egy játszóteret a templom elé. Nyilván bubi állomás, megállító játékok, pihenési lehetőség adtak is, ligetes ékek. Ezeket majd mindjárt illusztrálom valamilyen fotóval is. Az illusztrálnám, már gondolom nem láttatok belőle semmit. Arról van szó, hogy gyűjtöttünk képeket, hogy nagyjából a különböző pontokon milyen vizuális élményben lehetne az embernek része. Ezt akkor gyorsan végigpörgetem, mert tényleg nem látványos így. Ugye itt van például egy jó példa arra, hogy hogyan lehet egy nagy teret, egy elég nagy léptékű tér egyébként, élményé tenni, tehát hogyan lehet közösségi játékot belehelyezni, hogyan kaphat szerepet a víz tervezetten és élményteremtés szempontjából. Egyszerű utcabútorok, zöld felületek, ezeknek a váltakozása, a vizuális különbségek, hogy mindig belátható távolságon belül legyen egy olyan új élmény, amiért oda mész, amiért megmozdulsz, hogy nem statikus tereket tervezünk, hanem olyat, ami megmozgatja az embert. Ez egy elég erős, fontos kortárs szemlélet most, és szerintem működik. Ezeket az attrakciókat itt helyeztük el a tervünkön. Ez egy ilyen fekvőháló. Ez egy olyan térszínbe burkolat és zöld felületváltás, ami szintén nagyon jól használható pihenési, rekreációs célra is. Itt van egy kis moodboard, hogy mondjuk ilyesmi lehetne egy kávézó, ami mondjuk ásványvízzel is foglalkozik. Ezek a kövek azért kerültek ide, mert egy dolgot elfelejtettem mondani, hogy a termálvizet ki tudjuk használni, hiszen például a rászfürdőből a kiömlő termálvíznek is 50-60 fokos hőmérséklete tud lenni, hogyha nem használják. Ha használják, akkor ilyen 25, de ez mindig alkalmas arra, hogy elhelyezzünk kavicsokat jelen esetben, amiket ezzel a vízzel, ami egy szennyvíz gyakorlatilag, tudunk melegíteni. És ez is egy ilyen vistapont lehet, hogyha az emberek mondjuk télen kapnak egy ilyen lehetőséget, ahol leülhetnek, akkor ez is egy közösségteremtő lehetőség. Tudom, mindenkinek a hajléktalanok jutnak ilyenkor eszébe. Erről beszéltem, hogy addig nincsen közösségi közlekedés, és nincs közösség, még ilyen problémákat nem tudom megoldani, addig csak tömeg van. És így néz neki a piac, ami itt kapna helyet. Egy ponyva szerkezet, ami be tudja gyűjteni az esővizet, a téren meglévő zöld felületeknek egy ciszternába vezetni a vizet, ahonnan lehet öntözni. A Rácz templom. A Rácz templom egy erős szívügyünk volt, mert a kádári kötődések itt is mutatják a eredményességüket. A Rácz templomot Sztálin születésnapjára lerombolták Sztálinnak ajándékba. Mi ennek szeretnénk egy emléket állítani, ahol át lehet közlekedni. Egy kontúrt megfogva a templomból, a koronázó főpárkány magasságát, egy egyszerű geometriával visszaadva a tömegét megmutatni, hogy nézett ki egykor ez a Rácz templom. A nyilak segítségével ismét tudtok tájékozódni. Vízélmény látható itt, illetve a Gellért tér felé egy plázs megnyitást hoztunk létre, ahol szintén tisztességesen bringázni, gyerekeket rohangáltatni, kutyával kijönni, csacsogni van lehetőség. Zárásként pedig mutatnánk pár képet egyébként, hogy
már egy ilyen vetítési technikával lehet, hogy nehéz, ezt nem tudom, mennyire látjátok, hogy amit eddig mutatunk, az nem utopisztikus, ezt megcsinálták más városokban is, még hogyha nem is használták fel ennyi elemet, ez pont egy dán példa, ahol az autókat kiszorítva megnyitották a lefedett folyót, és egy ilyen folyóparti sétányt hoztak létre, és egyből lehet látni, hogy a képen megélénkültek a kiülős vendéglátóhelyek. Következő példa az Amerikában, a Times Square-en, itt is egyébként először csak próba jelleggel korlátozták az autós forgalmat, és itt is lehet látni, hogy az emberek azonnal elkezdték használni a köztereket. És egyébként ez eddig csak nyugat volt, de egy hozzánk közelebb álló jó barátunknál Moszkvában is lehet látni, hogy meglépték ezt, és a folyóparton visszaszorították az autós forgalmat, és létrehoztak egy ilyen korzót bicikliúttal és nagy parkokkal. És pillanatok alatt egyébként ez az egész tervezési folyamat, ezt Jángel mondta egyébként, hogy ebben talán segített az ország berendezkedése, hogy ami Dániában éveket vett igénybe, évtizedeket, itt a társadalmi egyeztetések hiányában ezt meg lehetett csinálni nagyon gyorsan. De egy hazai példa is egyébként, ez pedig a Ferenciek tere környéke, amit szerintem nem láttok, de ugye itt betömték azt a híres alagutat, ahol az Ukrajnából a szlovén tengerre igyekvők közlekedtek eddig át, de őket elküldték másfele, és azt lehet látni, hogy a város visszakapta ezt a területet, és itt is az tapasztalható, hogy egyből megjelentek a kiülős helyek, sajnos néha brandingelt napernyőkkel, de hát. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük szépen az előadást, és most pedig egy szakértői kerekasztal beszélgetés fog következni, úgyhogy kérnénk is szépen a 6 beszélgetőt ide az asztalhoz. Itt lesz Kozár Alexandra az Építész Fórumtól, Egedi Tamás, városkutató geográfus, Iványi György, közgazdász, Kocsis János Balázs, városszociológus, egyetemi oktató, Bojár Iván András, főszerkesztő az Építész Fórumtól, valamint, aki már előbb is láthatunk és hallottunk, Sós Timur Attila építész. Kozár Alexandra vagyok, újságíró, az Építész Fórumnak a szerkesztője. És igazából elnézést kérek, majd le fogok ülni, csak gondoltam, hogy amíg bemutatkozok, addig állva maradok. Egy nulladik felvezető kérdéssel kezdeném ezt a beszélgetést. Nagyon örülök, hogy ennyire különböző kvalitású, felkészültségű, diplomájú, stb. Emberek ülnek az asztalnál, író, művészettörténész, közgazdász, városszociológus, építész, és sorolhatnám, és ezek keveredése. Ugye Sétáló Budapest rendezvényen vagyunk, ezért meg szeretném kérdezni, és arra kérném önöket, Gyuri, hogy így ilyen sorrendben válaszoljanak, hogy önök utoljára mikor gyalogoltak egy megállónál többet összefüggően Budapesten, és az hol volt? Hát miután körülbelül 10 éve nincs saját autóm, legfeljebb bérelek, hogyha el kell hagynom a várost, ezért elég sokat gyalogolok, és elég sokat tömegközlekedek. A Gellért tér és a város bármely pontja között szinte minden nap. Kifejezetten gyaloglásra gondoltam, sétálás. Pontosan, tehát 2-3 megállót, 4 megállót, 5 megállót annak ellenére nem, hogy a Gellért tér úgy van kitalálva, hogy onnan a város bármely pontját legalább 4 útvonalon el lehet érni, enyhén szólva redundáns a tömegközlekedési ellátottsága. Na, már is egy véleményt hallottunk, Iván. Hát én nem tudom, nem a napokban biztos, amúgy pedig hát csak azért nem jöttem biciklivel ide is, mert téged kellett elhozzalak, tehát autóval jöttem, de egyébként még bringával jöttem volna. Tehát én bringával is gyalog használom a város túlnyomóan, a gyerekemmel mondjuk rollerozik, én bringázom, tehát ugye alapvetően ez a közlekedés van most már. Jó, köszönöm szépen, továbbadom. A korrekt rövid válasz, hogy ide, a Margit hídtól, ami 2 tróli megálló éppen. Nagyon helyes, jó.
Tamás. Üdvözlök mindenkit, Egeri Tamás vagyok az EMTA Földrajztudományi Intézetéből. Én ma reggel gyalog mentem munkába. A Petőfi laktanya mellett van egy csúnya, ilyen retek épület kívülről. Senki sem szereti, főleg az építész kollégák biztos nem. Gondolom 70-es években épült. Belül viszont rendben van, és azon a környéken lakom, és gyalog mostanában gyalogjárok, néha biciklivel. Meg kell kerülnöm mindenképpen a Petőfi laktanyát, tehát igazából semmi értelme nincsen kocsiba ülnöm, nagy ritkán előfordul, bejövök a városba, viszont érdekes módon gyalog előbb odaérek, mint kocsival. Úgyhogy ezért sincs értelme kocsival menne. Nagyszerű, Timur. Egy Kossuth térpont Maricki tér nekem minden nap megvan, többször is. Ide is gyalog jöttem a hídtól, én nem használok autót a városban, úgyhogy én, nekem ez naponta előfordul, hogy többet gyalogolok, mint egy megálló. Illetve hát sokat használok bringát is, amikor jó az idő. Ez mondjuk áprilistól októberig. Szép napot kívánok, Kocsis János vagyok, városszociológus. Én utálok a városban vezetni, tehát ez egy stressz. Tehát, hogyha tehetem, akkor nem, és hogy nyilván ez a... Köszönöm a Budapest tömegközlekedésének, tehát vannak olyan helyek, amik kitüntetően jó helyek, vannak, amik kitüntetően nem annyira jó helyek. Ott az ember inkább gyalogol egy-két megállót, meg hát nyilván ma is ide is gyalog jöttem, meg szerintem úgyis megyek vissza, úgyhogy ez napi szinten. Akkor ezt nagyon örömmel hallom, mert akkor olyan urak gyűltek itt össze ezen a rendezvényen, akikről nem mondható el, hogy bort isznak és vizet prédikálnak. Úgyhogy hamar kibújt volna a szög a zsákból. Nos, a rendezvénynek az a címe, hogy agyonépített város, és... Még mielőtt megkezdődött volna, Gyurival váltottam pár szót, Iványi György közgazdásszal az asztal szélén, aki azt mondta, hogy lehet, hogy ő lesz itt az elhajló hang ezen a beszélgetésen, mert hogy szerinte a város nem agyonépített. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is akkor kérlek benneteket, vagy kérem önöket, hogy fejtsétek ki a véleményeteket, és rögtön kapcsoljuk hozzá a felhőkarcoló témához is, és a magas házak témájához, az agyonépítettséget. Kellenek-e Budapesten felhőkarcolók, és ha igen, akkor miért, ha nem, akkor miért nem? Ez egy veszélyes gomb, és megpróbálok röviden beszélni, mert nem egyedül vagyok itt, most egy órát lehetne róla, de öten. Nem, azt gondolom, hogy ez a város nincs túlépítve. Ez lapos és nagyon széles, de egyáltalán nem túlépített. Na most ennek nem annyira az esztétikai vonatkozásairól beszélnék, bár ha valaki megáll a Szabadsághídon, vagy a Petőfídon, és északra néz, és ott az Eleven dráma, és a budai hegyekre és a várra felelnek a 19. században kialakult Párkány és Gerinc magasságok, és utána megfordul délnek, és ugyanennek az alkalmazása maga a dögunalom. Az elképesztő, elszalasztott lehetőség az úgynevezett millenniumi városrész, ahol meg lehetett volna építeni a déli skyline-t, lezárni, bekeríteni a város délről, de ez csak az esztétikai vonatkozás. Viszont amit nagyon fontosnak tartunk éppen ennek a beszélgetésnek a vonatkozásában, ennek a fajta magassági konzervativizmusnak a hatásai. Az egyik, hogy a város, mivel hogy a többlettér kell, és a geometria szigorú, táguló körökben foglalja el a saját zöld gyűrűjét, most már Biatorbágyig, és Törökbálintig, és Mogyoródig, és Vácig. A második elem, hogy elképesztően túl terhelődnek a közlekedési útvonalai, hiszen nem alakulhatnak ki azok az erőteljesen eltérő intenzitással beépített városi alközpontok, amiket olyan fontosnak tartunk, aminek persze témájának is kell lenni, de hát ezeknek a lényege az, hogy ott valamiből nagyon sok van, és akkor ezeket a pontokat össze lehet kötni nagy teljesítményi közlekedési útvonalakkal, és ez tehermentesíti a többi útvonalat. Itt Puzsér úr beszélt arról, hogy Párizsban bezzeg milyen szépek a homlokzatok. Na most, amikor én annyi idős voltam, mint az önök átlaga, és először voltam Párizsban, akkor bizony ütött kopott pecsétes volt Párizs, enyhén szólva tépett, és három nagy modernista projekt változtatta ezt meg. A legelső és a legfontosabb a periferik, amelyik nem is nagyon messze Párizs belvárosától, beljebb, mint a Róbert Károly körút, bárhonnan elérhető néhány perc alatt.
talán a Róbert Károly körút szélességében körülöleli a várost, és érdemes már kerületek között kimenni és kerületek között közlekedni. Ehhez megépültek a Louvre piramidja, aminek az üveg és acél kicsi csúcsa, hát csak a jéghegyé, mert alatt egy elképesztő méretű parkolóváros, és a parkolóvárosból a szűk történelmi belvároson kívülre vezető kijáratok. Hogyha az ember megtanulja a párizsi külvárosok kilométer hosszú nevét, amivel jelezve vannak ezek a kijáratok, akkor utána ebből a parkolóból 5 perc alatt bármikor a periferiken tud lenni, és ugyanez megépült a Lezál alatt, a Csarnokváros alatt. Na most ez a három dolog volt az, amelyik újra élhetővé tette Párizs belvárosát, és a többit már intézte a magántőke, például megszépítette a homlokzatokat újra, és gyönyörű kivéve, amikor a sárga mellényesek éppen összetörik. Hát ettől még sajnos kicsit messze vagyunk. Bocsánat, még mielőtt Iván megadná a válaszát, a közönséget buzdítanám, hogy azért vannak azok a kis cetlik a székelyken, hogy bár melyik kérdéssel kapcsolatban nyugodtan további kérdéseket tegyenek fel, illetve olyanokat is bátran, amik itt nem hangzanak el, tényleg lehetnek provokatívak, vagy észbontóak, vagy akármilyenek. Köszönjük szépen. Mi is volt a kérdés? A kérdés az volt, hogy még a beszélgetés megindulása előtt Gyuri jelezte, hogy szerinte a város nem agyonépített. Ja, igen. És ezzel kapcsolatban, hogy miként látod a felhőkarcolók létének jogosultságát, vagy nem jogosultságát? Hát egyrészt a város valóban nem nagyon épített. Olyan hatalmas rozsdazónák vannak városon belül, amelyek fejlesztési területként lehetne és kellene tekinteni rájuk, hogy ott még bőven óriási fejlesztési lehetőségek vannak. Ez igazából a zöldmező versus barnamező kérdéskörben érdekes. Tehát, hogy annak kéne elejét venni, hogy a város ne terjeszkedjen fizikailag kifelé, ne a zöldmező legyen beépítve, ne az legyen megterhelve infrastruktúrálisan, közlekedéssel, emberekkel, etc., hanem a városon belül legyen egy sűrűségfokozás, amivel a barnamezős területek egykor volt pályaudvaroknak az övezetei, vagy hajdan volt gyáraknak a területei váljanak újra, vagy váljanak lakó, illetve irodai városi funkcióknak a helyszíneivé. Ez szerintem nagyon fontos, tehát ilyen módon ezt a sűrűségnek a fokozását azt meg lehet csinálni, ez több szempontból is fontos. Akkor, hogyha egy élhető várost akarunk csinálni, akkor arra van szükségünk, hogy az emberek gyalogoljanak lehetőség szerint. Felhőkarcolókat nem lehet építeni úgy, hogy nincsen kiszámolva az a közlekedési követelményrendszer, ami mondjuk egy felhőkarcoló emberi betáplálását jelenti, ahol kapásból mondjuk dolgozik naponta, mit tudom én, 5-12 ezer ember egy épületbe. Tehát oda reggel 9 környékén, meg délután 5-6 óra környékén bemenni, kijönni, megterhelni a környező metróállomást, etc. Ezek mind olyan fajta számításokat kívánnának, amik akkor, hogyha autós közlekedésbe gondolkozunk, teljesen reménytelenné teszik a projekteket. Tehát két alapállítás van. Nem szabad a felhőkarcolók alá parkolót építeni. A másik alapállítás, hogy olyan várost kell csinálni, ahol gyakorlatilag gyalogosan, kerékpárosan, vagy tömegközlekedéssel rövid időn belül ezek a központi helyszínek elérhetők. Ami nagyon fontos, és amit én ma még itt nem hallottam elhangozni. Itt mi most szépelgünk, meg esztétizálunk, meg arról beszélünk, hogy magas legyen a ház, belóg a Gellért hegy képében, nem lóg be, meg egyebek. 24. órán vagyunk túl, tehát a föld hőmérséklete már egy fokkal nőtt, a kettővel nő, kész, elszabadult a pokol. Tehát itt nem arról van szó, hogy építünk-e felhőkarcolót, nem építünk semmit, nullát építünk, mert meg fogunk halni. Tehát, hogy itt nem... Lesz erre vonatkozólag is kérdés. Igen, értem, de hát szóval tök aranyosan beszélgetünk arról, hogy leszedjük a márka vizét, vagy a sztár reklámot a ház tetejéről, tehát nem erről van szó. Arról van szó, hogy a itt élő fiatal embereknek a gyerekei oda fognak pirulni a földre, mert nagy a baj. Tehát a várossal is úgy kell kezdeni, hogy itt most él 1,7 millió ember, ha elindul a baj, akkor a városokba fognak bemenni az emberek, nagy tömegbe fognak beindulni a városok felé, és ott keresik majd a boldogulásukat, tehát hogy tehát megnövekszik a városok lakosság, és erre kell infrastruktúrálisan fölkészülni. Tehát aki ma fiatalember egy városfejlesztési koncepciót csinál, ő neki arra kell gondolni, hogy 15-20-25 év múlva nem nagyon messze egyébként, egy ember öltönyi távolságban ezek a problémák iszonyatosan égetően itt lesznek.
Én nem hallottam még azt itt, voltak kritikai szempontok, kiderült, hogy Puzsér úr nem szereti se Kádárt, se Demszkit, se Tarlóst, és nem szereti a tőkét sem, és a Coca-Colát. De mondjuk azt, hogy itt fákat írtanak ki, vagy pedig fákat kéne telepíteni irgalmatlan mennyiségben, az nem hangzott el. Ígérem a következő kérdéshez. Rendben van, én csak azért mondom ezt, hogy például a felhőkarcoló szerintem most nem releváns, az üzleti élet nyilván akar majd felhőkarcolókat építeni, ha muszáj nekik felhőkarcolókat építeni, akkor nyilván a Hungária körgyűrű nagy csomó pontja és az azon kívüli területek lehetnek ilyenek, a Csepeli észak kirész, meg egyebek. De ez az üzleti logika, ami ezt ma kívánja, ez is 3-5 évenből szembesülni fog azzal, hogy az egész Excel táblázat nem fog úgy működni már, mint hogy ma gondolja, mert egészen más sorok és egészen más szempontok fognak megjelenni, tehát a felhőkarcolók kérdés sem lesz kérdés. Ezért gondolom azt, hogy ne a felhőkarcolókról beszéljünk, hanem arról beszéljünk, hogy mondjuk egy fiatal politikus, hogyha, vagy egy fiatal középkorú politikus, hogyha a jövőt akarja, akkor abban foglalkozon, ami még az ő életében biztosan egy komoly szembesülési probléma lesz. Jó, köszi, Iván. Még azért menjünk gyorsan végig, jó? Mert úgy látom, hogy jegyzeteltek itt az úri emberek, és aztán akkor átérünk az ennél is égetőbb zöld. Igen, kicsit most lóg az orrom, mert hogy Iván felfestette a jövőt, akkor lehet, hogy mi már megsérjük, de hát azért talán még ez a konferencia beszélgetés lefutanék, hogy nagyobb baj lenne. Amivel az eddig elhangzottakat ki tudnám egészíteni többek között ilyen urbanisztikai konferenciákról és főleg Budapestre, ami jellemző, hogy a belváros és a külső kerületek közötti átmeneti zónában, aminek tanúi vagyunk, hogy a kérdéshez kapcsolódik, hogy agyon épített a város. Én elsőre fölkaptam a fejemet, mert nekem sincs olyan érzésem, hogy agyon lenne építve a város. Ami viszont egyre inkább jellemző az elmúlt évtizedben, meg valószínűleg a közeljövőben is, ebben a bizonyos átmeneti zónában, amit említettem, hogy egyre inkább mozaikossá, egyre inkább kaotikussá válik a struktúra, illetve a szövete a városnak. Tehát ezt érzem igazából problémának, hogy Iván is említette például a barnövezetek esetében is, hogy számtalan beépítetlen terület van, tehát ha valaki agyon akar építeni, a város még agyon építeti, a nagyobb probléma az ez a mozaikosság, hogy igazából különösebb koncepció nélkül, ahogy Puzsér úr is említette, hogy nincsen igazi vízió, adhok jelleggel, véletlenszerű döntések alapján nőnek ki egymás mellett, ott, ahol hely van erre, például a barnövezetekben is, teljesen eltérő karakterű épületek, eltérő stílusban, eltérő funkcióval, tehát főleg ebben az átmeneti zónában én ezt látom problémának, ezt a mozaikosságot, kaotikussá váló beépítést. Ami, hát a felhőkarcolók igazából nem aktuális, nem releváns kérdés. Az biztos, hogy ennek nincsen kultúrája, Magyarországon se, illetve Budapesten se, megosztanak a szakmai vélemények, ha esetleg épülni fognak a jövőben, valószínűleg meg fogja ugyanúgy osztani a szakembereket is, mint például annó, illetve mindmáig ugye a Nemzeti Színháznak a kérdése, valószínűleg ez is meg fogja osztani az embereket. Kijöhetünk belőle, amennyiben épülnek nagyon jól, tehát lehet egy új valamiféle építészeti szimbólum, ami hívószó lehet akár Budapestre, de kijöhetünk belőle nagyon rosszul, hogy ez egész rossz irányba megy, és nem válnak valóra az ezzel kapcsolatos elvárások. Hát ez egy nagy kérdés, hogy sok éve folyik a vita, hogy belenyúljunk-e a Budapestnek az arculatába, ebbe az építészeti kultúrába, ami itt jellemző. Ami a felhőkarcolásokkal fontosabb kérdés, és ugye a fejlesztési tervekben is szerepel, hogy mi lesz a Dunával, itt a Duna partján, amit a kollégák is felvázoltak, hogy mi történik a két oldalon. Ezzel kapcsolatban talán azt a problémát tudnám felvetni, hogy a fenébe tudnánk visszahódítani a Dunapartot, tehát főleg ugye a pesti oldalon, a Soroksár úton is végig, hogy az építészakemberek tudják, hogy az egyik legnagyobb probléma, hogy le van vágva a Dunapart a lakónegyedektől, tehát plusz még néha jön a hév is mellé, tehát hogyan van itt más probléma is, megoldandó probléma, mint a felhőkarcolóknak a kérdése, tehát hogy igazából hogyan lehetne visszaadni még inkább a Dunapartot a lakóknak. Illetve amiről ne feledkezzünk meg, hogy nagyon fontos kérdés, hogy mit akarnak a helyi lakosok.
Tehát kicsit, ha megfogalmazhatom, bírálatként, nem tudom, hogy a kollégák felmértéke. Általában azért a helyi lakosok azok mindig tudják, hogy hol vannak a problémák. Ugyanúgy, aki sokat közlekedik a városba, jó magam is tudnék 2-3-at legalább mondani, hogy ha kivennék azt a lámpát onnan, vagy azt a problémát ott megoldanák, akkor fölgyorsulna és megszűnne a dugó a városban. Biztos mindenki ismer a saját környezetéből léneket. Tehát nagyon fontos, az emberek általában ismerik a lakóhelyüket és ismerik a problémás dolgokat. Nagyon fontos lenne, hogy az ember mit akar, a helyi lakos mit akar. Úgy néz ki, az elmúlt években talán ebben az irányban is egy kis elmozdulás történt, hogy egyre inkább próbálja bevonni a helyi lakosokat a helyi problémáknak a megoldásába. Egyelőre ennyi, nem beszéltünk meg előre, mik a kérdések, majd lehet, hogy még a továbbiakban előkerül olyan kérdés, amihez hozzá tudok szólni. Az urak előttem nagyon sok mindent elmondtak. Én azt gondolom, hogy valóban szükséges a társadalmi egyeztetés egy-egy ilyen témában, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a Budapest nem azért lett Budapest, mert itt a budapestiek laknak, hanem azért, mert egy olyan geopolitikai helyszín, ami megfelelő volt arra a lehetőségre, hogy egy kereskedelmi központtá váljon. Azt gondolom, hogy a városépítés az mindig lobby tevékenység. Mindig lobby tevékenység. Ha ezt a lobbit tudjuk fenntartható módon, ne adj Isten, van egy rozsdazóna, ahol az infrastruktúra elbírja azt, hogy egy ilyen vertikális, brutális terhelést kapjon minden aspektusában a környék, legyen az közlekedés, legyen az gépészeti történetek, akkor azt mondom, hogy ennek nincsen különösebb problémája, hogy építsünk-e felhőkarcolókat, vagy 90 méteres épületeket. Jó, de ne feledd, hogy nem csak ez volt a kérdés, ez csak kapcsolva volt hozzá, hanem hogy agyonépítette a városunk. Ja, igen. Mondtam, hogy egyetértek az előttem szólókkal. Szemetes a város, nem nagyon épített. Köszönöm. Hát én kaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy utolsóként szólok hozzá, és csak azt tudnám mondani, hogy egyetértek az előttem szólókkal. Ennél egy kicsit többet szeretnék azonban mondani. Egyrészt szerintem sem nagyon épített. Én inkább azt mondanám, hogy van egy ilyen nagyon szép ábra, amit szoktam. Ugye az a baj, hogy... egyetemi oktatóként az ember hozzá van szokva, hogy bármikor megnyomják, másfél órát beszél. Úgyhogy ez most nem fog bekövetkezni. De hogy van egy olyan ábra, amit szoktam felvetíteni, ami a városközponttól való sűrűség, lakossűrűséget mutatja nagyon sok város esetében, és nyilván Atlantát szokták annak mutatni, amely rettenet, mert hogy igazából nem nagyon csökken a városközponttól kifelé a sűrűség, ami egyébként rettentő alacsony, és ugye ott van cserében Bangkok, ami totálisan mutatja a gazdaságilag nem működő városnak a nagyon egyszerű görbéjét. Most így mutattam. Jakarta megmutatja azt a gazdaságilag működő város, ahol középen nincsenek, aztán fölmegy és lemegy. Budapesten a lakossűrűség az pont olyan, mint londoni. És akkor gondolkozhatunk, hogy nagyon nagyszerű London, de ez úgy jön ki ez a London, hogy vannak részeink, amik nagyon be vannak építve, aztán mellette meg káposztaföld van. Nem erdő vagy park, hanem káposztaföld. Vagy eperföld, ahol néha hajléktalanok csinálnak csúnya dolgokat egymással. Egyébként Budapest központjától 10 perc alatt, tehát a Csepel északról beszélek. Tehát az például ez egy olyan rész, ami nagyon alulhasznosított, de itt a környéken is nagyon sok ilyen rész van. Tehát igazából Budapesten, ha csak nem az extrém belváros mondom, akkor 10 perc alatt el tudok menni egy olyan helyre, ahol nincsen semmi. Tehát én inkább azt mondanám, hogy vannak olyan részek, amiket túlterhelünk, és azért terhelünk túl, mert az ember olyan, mint egy evolúciós örökségünk, hogy olyan, mint egy birka, tehát hogyha azt gondoljuk, hogy ha valaki valahova építkezik, akkor okkal teszi, tehát hogy követjük, és nagyon sokan építkezünk oda, és azt túlterheljük, és mellette, mivel ez még nem történt meg, ezért oda nem építkezünk, és akkor ilyen foltok vannak. Tehát azt gondolom, hogy nem túlterhelt. Külső Mester utca szintén nagyon közel van. És a Barna mező ez egy hatalmas nagy lehetőség természetesen a dolgokra, de hát ugye, ha valaki manapság járt ott a Közvágóhíd környéken, a Belső Mester utcán, akkor azt láthatja, hogy azért azt is el lehet rontani. Tehát, hogy 30-50 négyzetméteres lakáshegyek épülnek oda, mindenfajta zöld terület nélkül, mindenfajta infrastruktúra nélkül, mert hát éppen így sikerült. Tehát, hogy a Párizs sokkal zsúfoltabb. Ugye Párizs azért zsúfoltabb, mert jóval keskenyebbek az utcák, magasabbak a házak, két emeletnél magasabbak, mint Budapesten. Érezhetően zsúfoltabb Párizs, és egyébként nagyon élhető. Tehát, hogy ez önmagában az, hogy ez kevesebb egyen. Én hajlamos vagyok egyetérteni, hogy ez a kósz rendezetlenség, pattogzása sokkal zavaró, mint amit most zsúfoltságnak érezhetünk.
megütötte a fülemet, hogy kiveszünk egy lámpát, és akkor megszűnik a dugó. Londonban megoldották, hogy beteszünk egy lámpát, hogy dugó legyen, azért, hogy az ember ne menjen autóval. Most hadd ne mondjam, valaki mondta azt, hogy a Krisztina körút és a Mészár utca sarkán azért van, volt szándékosan nagyon sokáig dugó, hogy a busz, a 105-ös busz az be tudjon menni az alagútba. Most a helyi lakók egyébként megfúrták, mert ők azt látták, hogy dugó van végig a Márvány utca környékén, és ott lent nincsen dugó, és most megoldották azt, hogy a 105-ös busz is dugóban áll, tehát hogy köszönjük nekik a helyi lakóknak. Tehát egy város nagyon komplex rendszer, azt hiszem, hogy összességében kezelni. Magánerő, nagyon sokszor elhangzik, ezt a várost, ezt a pénz és az a pénz, amelyik spekulált, építette föl. Ja, szoktuk mondani, hogy akkor működik jól egy városvezetés, hogyha X pénzt belefektetve Y pénzhoz kér, ugye ezt hívják multiplikátor hatásnak, hogyha ez a multiplikátor hatás, ez szép, akkor örülünk, ez Magyarországon olyan 5-6-nak szoktunk örülni, a Németországban, Berlin környékén ez 10-12-14. Ennek még jobban örülünk, és Párizsban is kb. Ezt a számokat szokták hozni. Nyilván én nem azt mondom, hogy hagyjuk folyni, mert pontosan az, ami történik, hogyha hagyjuk folyni, ami ott a közvágó hídnál történik, hanem a kettőnek az együttműködése azt gondolom tud eredményeket hozni, és ez fog átvezetni előbb-utóbb engem a magas házakra is. És az a probléma, hogy nagyon sok esetben ez nem történik meg. Tehát például a neveket nem mondván, szerintem mindenki tudja, Kelenföldi pályaudvarnál két dolog történt, ami nagy baj. Egyrészt, hogy a MÁV azt mondta, hogy már pedig ő WC-t nem épít, hogyha valaki már volt ilyen problémában Kelenföldön leszállva, az tudja, hogy nagyon nehéz WC-t találni, mert a MÁV szándékosan nem engedte meg. Nem csak ott. Nem csak ott, de és akkor maradt a Volán pályaudvar egy szál WC-je több ezer embernek, már ha valaki megtalálja. A másik az, hogy nem engedte azt, hogy összekössék az épülő új fejlesztésekkel, magánfejlesztés, pedig a magánfejlesztő azt mondta, hogy ő szívesen kifizeti azt a dolgot is. Mert hogy valahogy ebben nincsen meg az a kultúrája magának, a városirányításnak, és az együttműködése hogy mondjam, az adminisztrációs embereknek, hogy ez már pedig azt úgy kéne együttműködni, hogy az működőképes legyen, hiszen egy város önmagában nem tud megoldani semmit, azt együttműködésben a lakókkal, és a lakóba beleértve a gazdasági szereplőket is. Ezt is lehet továbbítani Puzsér úr felé. Igen, azt gondolom. És a felhőkarcoló itt a legvégén, ugye Budapesten van felhőkarcoló, pontosabban nincs és nem is lesz, mert a felhőkarcoló, jó tudom, építészek azt mondják, hogy 120 méter, és az most éppen tervezésnél nincsen felhőkarcoló, viszont olyan van, ami meghaladja azt a szabályt, meghaladja azt, amit mi felhőkarcolóként szeretünk mondani, ezt a 90 méter környékét. Ilyenek vannak, és látszik is, fölmegyünk a várba, látszik, csak úgy megszoktuk. Tehát ilyen az elméleti tömbi a Semmelweis Egyetemnek, ilyen a rendőrszékház melletti, nem tudom, társadalombiztosítás. És régen volt egyébként egy nagyon szép felhőkarcolónk volt, csak elfelejtették visszaépíteni a felhőkarcolóját, ezt a Fiumei úton a nyugdíjfolyósítónak a teteje, ami én azóta sajnálom, nem építették vissza, mert gyönyörű szép volt. És voltak tervek is felhőkarcoló Budapesten. Tele vagyunk felhőkarcoló tervekkel, a Deák tértől kezdve mindenhova fel, tehát a legnagyobb felhőkarcolót ezt a hagymázas álmainkban a Gellért hegynek a piramissá alakítása jelentette, szerintem azóta csúcs ebben a hülyeségben. Én azt gondolom, hogy a felhőkarcoló, az fordítva érdekes, hogy a felhőkarcoló az mindig a gazdasági erőnek a szimbóluma valahogy. És nem véletlen, hogy Varsó építi ész nélkül a felhőkarcolókat. A kérdés szerintem inkább fordítva az, hogy Budapesten van-e olyan gazdasági erő, ami helyi gazdasági erő, tehát nem a Coca-Cola, amelyik itt megveszünk, csak Atlantában lesznek tőle gazdagok, hanem olyan gazdasági erő, amiben itt leszünk gazdagok, és ennek szimbóluma lehet egy ilyen felhőkarcoló, szóval jelenleg úgy tűnik, hogy nagyon nincsen. Az más kérdés egyébként, hogy visszatérve, nagyon jó volt ez a párizsi példa, hogy a La Défense-ot azt úgy építették meg, hogy megcsinálták a metrót, és utána a felhőkarcolót, nálunk ez fordítva megy, de ez hagyományosan így van. És a perifériket így van. Jó, akkor térjünk át a mindenki által annyira várt zöld témára, amit egyébként Puzsér úr is kihagyott a felvezetőjéből. Iván viszont nagyon szeretné, hogyha rátérnék, viszont megfordítanám, bocsánat, most menjünk innen a másik oldalra, méghozzá azért, mert amikor készülve a rendezvényre elkértem a jelenlevő uraknak egy kicsit
a háttér térképét, akkor pont azt tudtam meg Kocsis János Balázsról, hogy ön a mostanában alkotott zöld stratégia kapcsán bizony opponált, és hogy nem feltétlenül szereti az irreális zöld célokat, és a teljesen természetesnek gondolt városi zöldet. Nem személyeskedni szeretnék, csak az lenne a kérdésem, hogy amikor minden fáért tényleg imát mondunk, és úgy kell megharcolnunk minden egyes négyzetméternyi zöld felületért, akkor vajon nem célszerű a másik oldalon is túltolni ezt a zöld kérdést, ha más nem, akkor beszéd témában. És akkor most kezdjük innen, és haladjunk. Jó. Szóval azt gondolom, hogy ez egy, azt hiszem, megint egy nagyon összetett kérdés. Én azt gondolom, hogy a Jangél volt fölvágva nemrég a falra. Jangél nemrég itt volt Budapesten, előadásra adott, és azt mondta, hogy a építész, és tudni is nem melyik szakma, azt mondja, hogy a világ legszebb tere, a legharmonikusabb, legemberibb tér, a Sienában van a nem tudom melyik tér, a főtér. Ahol a páliók van. Az. Amelyiken nulla darab fa van. Az is igaz. Tehát, hogy nem a fák tesznek egy teret jóvá. Sőt, a fák nagyon rosszá tehetnek egy teret, elmondom, mikor tesznek a fák rosszá egy teret, hogyha ott van mögöttük a csúnya bácsi, csúnya néni. Hát ugye a teret, akkor szeretjük egy teret, akkor szeretünk egy teret, hogy a teret tér biztonságos, átlátható, és nem érzem magam veszélyeztetve semmi által. Ha a térben vannak olyan részek, amiket én este nem látok be, akkor nem megyek oda. Egyébként nem véletlen, például a Dublinban, a St. George's téren a teret éjszakára bezárják. Azért, mert a tér azzal a sok fával éjszaka fenyegető. Lehet nézni embereknek a viselkedését, hogyha nyílt park mellett menj el az utca, akkor átmennek az utca másik oldalára este. Tehát önmagában az, hogy fa van, az nem jelenti, hogy egy tér jó, nem is az jelenti, hogy egy tér rossz. Csak tudni kell, és ott a kertépítők jönnek a maguk szakmájában, szerintem egy nagyon-nagyon fontos szakma, hogy lehet ezek ellenére azt a hülyeséget el nem követni, hogy Dézsába rakunk ki, nem tudom, leandereket, aztán vagy kisülnek, vagy nem, itt is lehet látni a rakparton. Mert a fa viszont iszonyatosan fontos, temperál, árnyékot ad, a fa a legtökéletesebb árnyékadó, hiszen télen nem ad árnyat, nyáron meg ad árnyat, tehát pont azt csinálja, amit a drága elektronikával próbálunk pótolni. Tehát a fa egy borzalmasan fontos dolog, csak meg kell találni neki a helyét. Tehát, hogy ne, önmagában nem a fa az érdekes. Ráadásul, amikor a városokban gondolkodunk a természetről, akkor nem az a természet van a fejünkben, ami a Hargitán van, hogy medve, farkas, nem tudom mi, hanem az a reneszánsz kert van a fejünkben, ahol sétálgatunk úriasszonyok, egyebek, és nekünk a városban ez az utóbbi kell, ez a sétálgatunk úriasszonyok, egyebek. Ez persze kell, hogy hívják, kell fa és kell növényzet, hiszen azt tesz, ez kellemessé. Tehát a fának borzalmasan fontos szerepe van a hőszigetek elkerülésében és a társaiban. Tehát azt gondolom, hogy meg kell találni a helyét, lehet nyílt park a városban, de mondom, akkor kövessük az írek példáját és estére zárjuk be, ha a belvárosban van. Ha nem, akkor meg találjuk meg a fáknak, és az a rossz érem, hogy a bokroknak ilyen esetben rossz szerepük van, mert hogy az a tipikus az, amit nem lehet átlátni. És egy kicsit a korábbira, hogy éppen ma volt, és egy-két hallgató itt is, aki ma délelőtt beszéltünk, hogy ugye én nem tartozom a részvevők között a legidősebbek közé, csak legalább három olyan korszakot megéltem, amikor hú, de mindjárt meghalunk van, és én egy kicsit úgy vagyok ezzel, hogy nem tudom, hogy van-e klímaváltozás. Klímaváltozás biztos, hogy van, azt nem tudom, milyen az iránya. És nemrégében beszéltem egy kapcsán, ami pont ezzel kapcsolatos volt, egy mérnök szakértővel, aki azt mondta, hogy náluk a tanszéken van egy ember, akit ha meghívnak a klímaszkeptikusok, ugyanaz az előadást tartja, ugyanazok a szlájdok mennek. Bebizonyítja, hogy nincsen, aztán ugyanazok a szlájdokat be tudja bizonyítani, hogy van. Azt tudjuk, hogy változik a környezet, azt nem tudjuk, hogy milyen irányban. Nagyon összetett a rendszer, iszonyatosan összetett a rendszer. Azt tudjuk, de hogy akkor most visszafogjam magam. Azt tudjuk, hogy a városi életkörülményekben nagyon fontos a temperálás, nagyon fontos a hőszigeteknek az elkerülése, nagyon fontos a télen a pécsi főtér effektus elkerülése, amikor mindenki megfagy, mert lejön a Misináról a hideg szél. Tehát ezeknek a kérdéseknek nagyon fontos szerepe van a klímaadaptáció most esetében, ami azt gondolom egy égetően fontos dolog. Független attól, hogy azt gondoljuk, hogy van, hogy meghalunk 30 év múlva, mert megsülünk, vagy megfagyunk 30 év múlva, megfagyunk. Köszönöm szépen. Nyugodtan lehet veszekedni, tehát
ennek kapcsán is. Timur. Nagyon, tényleg nagyon komplex a kérdés, és tényleg egy kertészeti kérdés tud lenni. Térformáló ereje tud lenni egy jó fás beültetésnek, ami nem túl sűrű, ez nagyon fontos, hogy, alapvető különbség van a park és a tér között. Az, hogy a térben kapnak ilyen szigetszerűen, ligetesen helyet, mondjuk lombhullató, nagyon fontos, a lombhullató fák, az lehet egy jó történet, hogyha ezek mondjuk térelemként vannak, térélményt biztosítanak. Igen, ez egy jó kérdés, hogy meddig kell elmenni mondjuk a devianciának a mérlegelésében. Tehát mondjuk úgy tervezzünk tereket, hogy ne lehessen a karácsonyi vásárba behajtani mondjuk egy teherautóval? Tehát, hogy akkor vegyük körbe 40 centis vasbetonfallal? Vagy inkább úgy tervezzünk, hogy feltételezzük, hogy kevés beteg ember, mentálisan beteg ember fog negatívan viselkedni azon a téren, és úgy próbáljuk formálni, hogy mondjuk ezek nyugodtságot sugalmazzanak, meg jó eszköztárral egy ilyen buta biztosságot is. Szóval hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, van szerepe a fáknak, nyilván a városokban, pont emiatt a temperáló hatás miatt, ez nagyon-nagyon fontos. Szerintem az építészetben erre próbáltam utalni a fenntarthatóság esetében is, a magas épületek esetében, hogy ott is nagyon fontos az árnyékolás szempontjából is, akár egy komoly telepítéssel 30 méterig meg tudjuk védeni. Tehát például a Tékom székház borzasztóan kitett homlokzat, és irgalmatlan gépészettel lehet lehűteni. Az mondjuk nem egy irány. A zöld behozása az épületekre is egy irány több, lehet. Viszont egyre több van az ilyen Tékom székház. Igen, ez, amit mondtam, hogy a lobby tevékenységet érdemes úgy hangolni, hogy ez előny jelentsen a piacon is. Tehát, hogy ez egy borzasztó erős csapatmunka kell, hogy legyen, és ez nagyon erős szándék kell. A szándék pedig hosszú évek alatt tudja azt megváltoztatni, hogy mondjuk ne azt tiszteljük, hogy valami nagy és csillog, hanem azt, hogy kellemes benne lenni. Messze nem a legrosszabb, mert ugye azok az aranybetétek a falán, azok egy képzőművész hölgynek az alkotás. Igen. Ilyen aspektusban egy szép doboz, tehát csak tényleg szép, mondjuk csak nekem tetszik. Doboz. Az se baj, hogy doboz, csak ez egy hatalmas tömeg. És tényleg az, hogy ha ilyen hatalmas tömeget tervez az ember, azt gondolom, hogy akkor jár el helyesen, hogyha valóban azt előrevetíti, hogy hát talán ne kelljen már erre mondjuk olyan irgalmatlan hűtést tenni, ami még decemberben is kell, hogy működjön. Ez egy fontos. És ez nagyon nehéz az építésznek, tehát én nem támadok ezzel senkit, félreértés ne essen, hanem borzasztóan az építésznek, amikor nyomás van rajta a tőke felől, vagy a megrendelő felől. Főleg ilyen gigaprojekteknél. Sőt, sokszor nem is az építész dönt erről egyébként. Nagyon érdekesen hangzik, de nagyon nehéz, megint csak azt mondom, hogy nagyon erős csapat kell ahhoz, hogy ezt mindenki meg tudja védeni az érdekeit. Hát azt hiszem, hogy erről egy külön eset lehetne szervezni. Építész kontra beruházó, de ezt majd máskor. Tamás. Köszönöm. Hát én kinyitnám a problémát egy kicsit globálisabban, nem csak a fákról beszélnék, hanem egyáltalán a zöld területekről. Tehát nem igazából csak a, hogy van fa vagy nincs fa ez a probléma, hanem az, hogy hogyan alakul át a területhasználat Budapesten, illetve a környező agglomerációban. Itt mindenképpen, nem tudom, hogy előkerül-e még a téma, tehát itt mindenképpen, főleg ugye nagyvárosról van szó Budapest esetében, ahol nemzetközi összehasonlításban nagyon alacsony a zöld területeknek az aránya, és még korábban ilyen kutatási, vagy felmérés is azt mutatták, hogy ha már kevés a zöld terület, akkor viszont nagyon számít a minősége. Tehát egy kis, jól ápolt, jó zöld terület sokkal nagyobb kedvező hatással lett a helyi lakosoknak az életminőségére, mint egy jóval nagyobb, de igénytelen, lelakott füves puszta. Tehát, hogyha már kevés a zöld területünk, akkor azt viszont minőség irányba kellene elfordítani. Ez egyik dolog. A másik dolog az, hogyha nem csak magát a város, hanem egy kicsit tágabban a környezetét, az agglomerációt, tehát a város régiót nézem, akkor viszont nagyon brutális a helyzet.
hogy ne a levegőbe beszéljek, mi is vizsgáltuk különböző térképekkel, összehasonlításokkal, 50-es évekbeli katonai térképek, meg mai ilyen különböző területhasználati térképekkel, hogy ez nem új keletű dolog, hogy fogy a zöld terület Budapesten. Ez már így volt a 60-as évektől kezdve a rendszerváltozásig. Amit viszont látunk az, hogy a rendszerváltozás óta felgyorsult a mesterséges beépített területeknek a növekedése. Tehát körülbelül egy 20 év alatt, 90 és 2010 között majdnem annyit produkált, mint az előtte lévő 3-3 és fél évtizedben. Tehát tűnik el a zöld terület, nem alapvetően csak a fákról van szó, ugye ez egy aktuális probléma, hanem különösen Budapesten belül is, a mezőgazdasági területek, szántók, gyümölcsösök, illetve különösen az agglomerációban, ezek nagyon brutálisan tűnnek el, és talán itt az egyik anyagban, amit kaptunk itt is, ugye a városnak a szétterülése, egyik kolléga említette is, ugye, hogy egy viszonylag földszintes, de szétterülő városról van szó, ez a szétterülés, ez megy tovább, ez folyik tovább, tehát hogyha valaki igazi városfejlesztőként vagy várospolitikusként akar gondolkodni, akkor ne álljon meg a gondolkodása a közigazgatási határnál, hanem a Budapest és az agglomeráció, illetve a városrégió az a szerves egészként működik. Tehát ha valami olyat csinálunk, amivel sújtjuk az agglomerációban élőket, gondolok itt közlekedési kérdésekre, akkor ez vissza fog ütni hosszú távon. Tehát ugyanez jellemző a zöld területekre is, hogyha az agglomeráció engedjük azt, hogy felszámolódjanak ezek az zöld területek, felzabálják a lakóparkok, illetve a mesterséges, az utak például ezeket az zöld területeket, ennek ugyanúgy valahogy milyen formában a közigazgatási határon belül is meg fogják inni az emberek a levét. Nagyon fontos, hogy Tamás agglomeráció kutató is, meg ha jól tudom, akkor az ingázás ökológiai lábnyomát is kutatja. Nem tudom, hogy erre ki tudunk-e majd térni, vagy hol tartunk időbe, de hát az elmondottak alapján ez bebizonyosodik. Jó, hát röviden most ennyit, tovább passzolom a stafét. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy elhangzott ez a mondat, hogy aki Budapestet tervezi, az nem állhat meg a közigazgatási határoknál. Nem csak gazdasági értelemben nem, mert hogy Budapest pusztán egy gazdasági térségnek a szíve, de az a gazdasági térség az minden elemében Budapestre van ráfűzve, az az éltető közepe, hanem azért is például ökológiai szempontból is, hogy mai hír, hogy nagyszerű, jaj de jó, nem tudom melyik Dömösi, vagy nem tudom melyik önkormányzat, kisoroszi önkormányzata pénzt kapott, hogy a Szentendrei szigetcsúcsot végre beépítsék, aszfaltutat vigyenek, vizet meg elektromosságot a szigetcsúcsra, kész, vége, be van fejezve. Tehát amiért annak értelme volt, amiért oda ki lehetett menni, amiért jó volt, az most nagyon okosan egy 20. századi fejlesztői gondolkodás eredményeképpen tönkre lesz cseszve, kocsikkal ki lehet majd oda menni, beparkolni a fák közé, semmi értelme nincs, borzasztó ökörség az egész. És például egy felelős fővárosi politikusnak, ugye, aki nem szakember, hogy itt elhangzott korábban, hanem bizonyos közösségi érdekeket kifejező üzeneteknek a mediátora, ilyen dolgokkal szemben föl kell lépnie, és el kell szólalnia, hogy ez a budapestieknek, akik egyébként majd rekreálódni fognak kimenni a városon kívülre hétvégén, pont azt teszi tönkre, ami a lényege. Lehet, hogy a helyi polgármesternek a családja majd ott akar nyitni büféket, vagy nem tudom én mit, mi értelme van, mindig van valami nagyon-nagyon nagy okosság ezek mögött. Szóval például ez, de sok ilyen van, és az városomból is van temérdek. Elhangzott itt az, hogy a városban nem lehet tulajdonképpen egy olyanfajta vadságot elképzelni, mint ami Hargitán van. Én éppen hogy azt gondolom, hogy de lehet. Tehát én egy olyan város látok 2150-2200-ra, ahol olyan intenzitása van a növényzetnek, ahol az állatok is jelen vannak. Ez ott nem csak az énekes madarakat gondolom, meg a fecskéket, meg a méheket, meg egyebeket, amik mind kellenek az ökoszisztéma fenntartásához, de akár a farkast is, mint hogy egyébként róka van Budapesten, és vaddisznó is. Tehát, hogy olyan fajta problémákkal akarjunk majd szembenézni, amelyekkel egyébként 200 évvel ezelőtt a városlakók mind teljesen normálisan éltek együtt, hiszen a városokban voltak állatok. De nem is ez a lényege ennek, hanem inkább az, hogy a helyben megtermelhető zöldségek és élelmiszerek, amik mind-mind az ökológiai lábnyomot csökkentik, és nem Argentinából kell hozni paradicsomot, hanem mondjuk a Bérkocsis utcából sokkal egyszerűbbé teszi az életet. És hogy ilyen irányba is szerintem lehet majd menni az építészetben. Amit én
fontosnak érzek a fák kapcsán, amit felvetődött, nem is az, hogy most ez szép vagy nem szép, biztonságérzetet okoz vagy sem, hanem az, hogy ma egy pesti lakos 3 évvel előbb hal meg, mint egy budai, és egy budapesti szintén x évvel előbb hal meg, mint más európai nagyvárosok fejlettebb, Stockholm, Kopenhága vagy Amsterdam lakói. És mindez azért van, mert a felső légúti megbetegedések olyan nagy számban vannak, és tulajdonképpen népbetegség Budapesten, amit elsősorban növényzettel, az sokkal-sokkal-sokkal intenzívebb növénytelepítéssel lehet orvosolni. A másik része pedig megint csak az, hogyha az autós közlekedésnek a radikális megszüntetése van, az emberek gyalogolni, biciklizni kényszerülnek, akkor viszont a másik nagy népbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek kérdésköre is egyszerűen a testhasználat következtében javuló tendenciát mutathat. Tehát megint egy politikus egy olyan irányba tudja tolni az holnapi életformát, és amivel hát egy jobb létet, egy jobb létezést tud a lakosságnak, a polgároknak nyújtani. Ami a növényzet jelenlétét illeti, van egy másik, amit viszont az irodaépítészet fedezett föl magának, hogy ott, ahol sok növény van egy irodában, adott esetben még állat is, kutya ez az, ott a működés hatékonysága is nagyobb. Egyszerűen humanizáló vagy szóval egyszerűen jobb élni növény környezetében. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez városi terekre is igaz. Korábban elhangzott itt több esetben is a csapatmunka jelentősége, és egyáltalán a szándék a csapatmunkára. Ezt azért tartom fontosnak, mert itt már sokfajta kritika elhangzott a várossal kapcsolatban, és mivel én már kellően öreg ember vagyok, én ugyanilyen beszélgetésekből már rengeteget hallottam, és nagyon örülök, hogy most a hallgatóság nem olyan öreg, mint én, hanem sokkal fiatalabbokból áll. Következésképpen az, ami itt sokaknak újdonságot jelenthet, arról én azt tudom elmondani, hogy mi ezeket már rég csócsáljuk évtizedek óta, és körülbelül hasonló következtetésekre jutunk. Ami azért fontos, mert hogyha az előző nemzedékek fölhalmozott tudása minden alkalommal ki van dobva, akkor nem csapatmunka van a generációk között, hanem igazából egyfajta ellentétbeállítás és ellenségképgyártás. Jó, akkor most nem a migránsokat kell gyűlölni, hanem utáljuk a kádáristákat, vagy ehhez hasonló. Igazából azt hiszem, hogy ez a fajta dihotomikus problémafelállítás nem fog megoldásokat hozni. A kooperációra hívnám fel a figyelmet, hogy szerintem az egy sokkal erősebb dolog. A korábbi tapasztalatokat az urak ugye rengeteg adattal, számmal rendelkeznek, volna érdemes fölhasználni. Tehát, hogy nem egy kritika, hanem egy kooperatív attitűdre van szükség. És még egy pillanatra a budapesti felmelegedésre, vagy általában felmelegedésre kapcsolatban. Napokban olvastam egy adatot arra vonatkozólag, hogy a 90-es évek eleje közepe táján 12 olyan nap volt Budapesten, amikor 30 foknál volt magasabb a hőmérséklet, nem tudom, hogy volt mérve. És most viszont a 2010-es években már 22, és 2050-re már 40 fölötti számot prognosztizálnak. Budapesten olyan hőség lesz, mint Izmirben, írta ez az anyag. Tehát, hogy a mai Izmirbennek az élet, a hőmérséklete lesz. Az egy teljesen másik életforma. A törökök azért vannak kint az utcán, meg a déli népek azért vannak kint az utcán, mert nem bírnak a házban tartózkodni. Szűk utcák magas térfalakkal, természetes árnyékosítással és természetes a sikátorokban a természetes hő vagy levegő szellőzéssel olyan kialakított városi környezetekben. A mi Budapestünk, a mai Budapestünk nem erre épült föl, egy dekoratív, oszmani típusú, nagy sugárutakkal, körutakkal kigondolt nagyváros. Tehát akkor, hogyha ez a bizonyos vagy lesz, vagy nem állapot közelít, akkor nekünk urbanisztikai, városi értelemben is újra kell gondolnunk a tereinket, pont azért, hogy hát természetes módon építészet, illetve növény és építészeti fejlesztésekkel tudjuk a klimatikus helyzeteket javítani. Hogy pedig majd jön a délutáni sziaszt, amit néhány évvel ezelőtt ugye kormányprogram szinten szerettek volna bevezetni, de hát mivel egy teljesen más kultúrájú ország vagyunk, ez nem valósult meg. Gyuri? Egy nulladik megjegyzés, hogy borzasztóan óvatosan ezekkel az előjelzésekkel ezeket a fontos ügyeket újabban úgy kezeljük, mint a permanens választási kampányban a bal jobb, meg demokrata, republikánus, egyszerűen szélsőségekbe szorul mindenki, és a centrum, ahol igazából a válaszok vannak, az kiürül. Hát vagy 52 fok lesz Pesten, vagy nem lesz, vagy 52, vagy hívják 30 fokos nap lesz Pesten, vagy nem lesz, nem tudjuk.
Na most azt hiszem, hogy ezt az óvatosságot ajánlanám akkor is, amikor városi zöld felületekben vagy zöld területekben gondolkodunk. Ugyanis ez nem mennyiségi ügy. Itt nem arról van szó, hogy építettünk még 100 000 négyzetmétert, és akkor teljesítettük a tervet, és stalinovisták vagyunk, illetve csökkent 20 000 négyzetméterrel, és akkor jön a világ vége. A városi zöld felület az a parkerdő, park, a téren elültetett növényzet, egészen a lakásokban levő fikuszokig, meg lyukákig, meg azaleákig. Ez nem természeti környezet, ez épített környezet. Ezek a fenntartása energiabevitelt igényel. Kivétel nélkül. Imádom a növényeimet, van, amit már 40 éve ápolok, olyan darabja. Tehát azért azzal nem hízelgek magamnak, hogy ezek több oxigén termelnének, mint amennyit fel kell használni, hogy éppen tartsam őket, mivel hogy ez nem a Amazonas vidéke, ahol úgy nőnek maguktól, hanem életben kell őket tartani. Tehát az első előadásban, második előadásban, amit hallottunk a Döbrentei térnek a rendezéséről, felbukkant egy félig elharapott mondat a közösségi tér és az egyéb terek, magánterek, illetve üzleti terek fontosságáról. Na most itt van a kulcs, ha csak ide fölmegyünk a Szent István Parkba fejünk fölött. Ez azzal az igénnyel épült ez a tér, hogy a gyereket le lehessen küldeni játszani egyedül is, amikor már legalább 6 éves. Na most elgondoljuk a városligetünket, amit egy 2x4 sávos autóút vesz körbe az összes megközelítési irányból. A vérmezőt, ahol dettó, tényleg nincs az anya, aki a 16 éves kamasz gyerekét könnyű szívvel leengedné játszani. Ha elgondoljuk a Népligetet, hatalmas zöld felület, de a világon semmiféle kapcsolata nincsen, sem lakócélú, sem kereskedelmi célú területekkel. Van valamelyik sarkában néhány néha használt sportpálya, és vannak ezen kívül benne férfi és női prostituáltak, aztán vége. Tehát ezek a felületek nem önmagukról szólnak, hanem arról, hogy az életminőséget valamilyen formában befolyásolják. Itt egy picit eltér a véleményem Ivántól, nagyon ritkán. Nem tudom, hogy fontos-e, hogy a mókus végigugráljon a Népligettől, vagy hívjákig a szabadság ennyi. Én a vágyamat fejeztem ki. Jó. Én erre vágyom. Jó, azt hiszem, hogy az a fontos, hogy ezek a felületek a városi életminőségét javítsák. Ugyanis ugyanolyan épített dolgok, mint a plázák, vagy a lakásunk, vagy az irodaházunk. Hogy csak még egyetlen példát hadd mondjak, Toszkána úgy ültetett, ahogy van. Gyönyörű, imádjuk, de azért félreértés ne essék, ott már egyetlen növény nincsen, ami már ott nőtt a római időkben, azt már mind ültették. Anglia dettó. Köszönöm hát szépen. Nagyon örülök ennek a végső népligetes és egyéb hozzászólásnak, meg a Toszkánának is. Tudom, hogy most már azt hiszem, hogy sorra kéne vennünk a kérdéseiteket, viszont még egy vagy két percet engedjetek meg, ez egy nagyon-nagyon-nagyon gyors kérés, engem érdekelne, egy szóban vagy egy mondatban is lehet válaszolni, és akkor kezdjük Gyuritól. Hogyha csak egyetlen egy dolgot változtathatnának meg, hogy milyen legyen nem a következő 4 év, hanem a következő 10, 20, 30, 40 év vagy emberöltő Budapestjében az, ami változhatna, akkor mi lenne ez? A zöld területek, a közlekedés, a parkolás, a zajszínnek a csökkentése, a korrupció, a különböző ingatlan beruházásoknál, vagy bármi egyéb. Egyetlen dolgot lehet kiválasztani. Egyetlen szóval csak a párizsi mintára tudok hivatkozni. Egy olyasfajta stratégia, amelyik vagy ezt, vagy mást, de olyan megoldásokat talál, mint amilyen a periférik volt, és a Lezáll és a Louvre. Nem tudom, hogy ezeket bele lehetne rakni egy mondatba, de az biztos, hogy a korrupció és a politikai összefonódások az a legsúlyosabb, tehát az a rákfene egyértelmű, de hát egy olyan tradíciói országban élünk, ahol ez
ez van, vagy lett megint, nem tudom. Én a Dunát szabadítanám ki, tehát a két autósztrádát ezt eltüntetném a Duna mellől. Az már egy olyan elképesztő életminőség változást hozna a városba, annyira átalakítaná a levegőt, nem csak fizikai értelme, hanem a város használatot átalakítaná, hogy én ezzel kezdeném. És ha még hozzá szabad tenni, akkor azt, hogy a Hungária körgyűrűn belül, de a nagykörúton belül egészen biztosan ott nulla autó, a Hungária körgyűrűn belül pedig mondjuk egy radikális forgalom csillapítás, labirintus rendszerek kialakítása, és tulajdonképpen az autós közlekedés jószerű ellehetetlenítése. Jó, ez már három volt, de elfogadjuk. Most már sajnos is lassan abban a korba érek, hogy most már évtizedek óta járok konferenciákra, kerekasztal beszélgetésekre, stb. És évek óta, sok éve, már évtizede formálódik belőlem, bennem az, hogy nekem minden téren, az élet minden területén, már ilyen városfejlődéssel, fejlesztése kapcsolatban az van, hogy mintha két világ lenne egymás mellett. Tehát egyrészt látjuk, hogy van egy hihetetlen kreatív, innovatív, kiváló ötletekkel, fejlesztési tervekkel rendelkező közeg, csapat, és van egy másik közeg, hát mondjuk így akkor politika, vagy várospolitika, és a kettő, Iván is célzott erre, valahogy nem megy keresztül. Mondjuk, próbáljuk, de nem megy keresztül, tehát az én, illetve szerintem ezen múlik az egész, ez az egyik sarokpontja a városszabály fejlődésének, aztán hogyha ez sikerül, akkor már bármit meg lehet, hogy hogyan tudjuk keresztül nyomni a politikán, illetve a várospolitikán ezeket a típusú kreatív, innovatív fejlesztéseket, tehát hogy hogyan találkozna össze a mondjuk így a szakértelem, az ötlet, az innováció a másik oldalon lévő kisé nehezen mozduló várospolitikával. Igen, ez is egy újabb kerekasztal beszélgetés témája lehet. Hát ha egy szóval, akkor a forgalom, átmenő forgalomcsökkentés, és az autós forgalomcsökkentés. És még szeretném azt megjegyezni, hogy ez nem budapesti kérdés, hát egy országos kérdés. Szerintem, hogy az épített környezettel való foglalkozást, azt a urbanizmus divatos szóval, szóval ezt az oktatásba, az alsó oktatásba is már szükség lenne behozni, tehát hogy ezzel foglalkozni mondjuk földrajzórán, vagy kinevezni egy órát erre, hogy az emberek az épített környezetben tudjanak gondolkodni, hogy a saját házukról tudjanak gondolkodni, hogy nem az a legfontosabb, amit valaki mondott, hogyha ő oda költözik, akkor oda megyek mellé, és még nagyobbat csinálok. Szóval az épített környezetről való gondolkodás teljesen hiányzik a mai oktatásból, ami egyébként szerintem annyira rossz, mint ahogy mondják sokan, de ez nagyon hiányzik belőle. Köszönöm. János? Hát mondok egy közhelyet, és persze megpróbálom, egy igen, világbéke, igen. Csak nincsen meg az a járásom hozzá, hogy ezt még el tudjam mondani. Sajnos Budapestre kell korlátozódni. Nem, ahogy hívják, hogy a közhely az élhetőség lesz, csak ugye ez már megint egy, tehát, ami az összes benne volt az egészben, amit mondtatok. Talán egy dolgot hagytunk ki, hogy az élhetőség ugye egyrészt mindenkinek, másrészt mindenhol. Tehát, hogy ne kelljen nekem csak azért autóba ülnöm, cinkot alson, hogy vegyek egy margarint és elmenni a plázába, mert közelstávon nincsen egy olyan központosodás, hogy azt meg lehet tenni, tehát, hogy gyalogtávolságon elérjek funkciókat, stb. Az, hogy a Dunaparton tudjak járni, de ne csak a Dunaparton, hanem a Rákos mentén is tudjak járni, és tudjak járni Csepelen, és tudjak járni, nem tudom, a Békásmegyeren is itt ott. Tehát, hogy az a város egészére, és egyébként nagyon fontos itt a Tamás belekerült az agglomerációba, ez egy együttműködésbe az agglomerációval, a vasút bevonása a közlekedésbe, nyilván az M0-ásnak én azt gondolom, hogy most úgy tűnik, hogy nem akarják befejezni, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog az M0-ásnak a befejezése, pont azért, hogy a budai részről levegyék a forgalmat, tehát pont a budaiaknak kéne harcolni az M0-ás befejezésért, amennyire csak bírnak, és nem ellene harcolni. És egy utolsó mondatot, amit azt hiszem fontos megemlíteni. Nagyon szeretünk azt mondani, hogy azért nem csinálunk semmit, mert korrupció van. Ez megint csak egy ilyen leveszi válunkról a felelősséget. Csomó minden leveszi válunkról a felelősséget. A világ egyik legkorruptabb városa Chicago. Ha valaki volt Chicagóban, az egy nagyon-nagyon jó város. Kreatív, élhető, és Richard Daley-ről a korrupciót elnevezték. Tehát nemrég beszéltem egy chicagóival, aki elmondta, hogy a fasorba se vagytok korrupció tekintetében. Tehát, hogy amit mi csinálunk, az egy ilyen kisiskola. És az a város működik.
Mert nem mondják azt, hogy nem csinálunk semmit, mert korrupció van. Hát Istenem, tehát amióta, ember van, van korrupció, bocsánat, de azt mondani, hogy addig nem csak semmit, amíg ki nem, tehát hallgatom, hogy szoktam, hogy addig ne csináljunk semmit, amíg a korrupciót ki nem zavartuk. Hát nem lenne se kolosszeumunk, semmi nem lenne, a fáron nem jöttünk volna le. Tehát, hogy sajnos ezzel együtt kell élni, és emellett kell megtalálni azokat a módokat, amivel be tudjuk vonni a ez a nagyon fontos kreativitás, az élhetőséget javító dolgokat a városba. Jó, köszönöm, ez is egy érdekes meglátás, és akkor elsőként az alábbi kérdést választottam ki, nem tudom, a feltevője nyugodtan felfedheti kilétét, ha gondolja, nem muszáj. Ha a multik elmennek, miből akar bevételt a főváros? Helyi vállalkozások adója nem elég a működési költségekhez? És azt hiszem, hogy te mondtad azt, hogy ugye minden várost a pénz mozgat és a piac mozgat, úgyhogy ha lehetne, akkor légy szíves, válaszolj te majd utána, hogyha lehet, akkor Iványi György, aki közgazdász. Hát én nem mondtam, hogy menjenek el a multik, de én azt mondom, csak egy példát szeretnék mondani, nem túl hosszasan, hogy pár éve volt egy ilyen, valaki volt Detroitban, az tudja, hogy Detroit az egy olyan, ami szellemváros. És már minden pénzt belefektettek, már villamost építettek, a parkokat felújították, mindent megcsináltak, nem működik. És pár éve jött egy hír arról, hogy van egy figura, aki nagyon gazdag lett a Seattle környékén, és három telephelyet ajánlottak föl neki, egyik jobb volt, mint a másik, és azt mondta, hogy Detroit, mert hogy onnét származik. És a fene se tudja, mert azt gondolja, hogy ott szeretne adózni. És ez nagyon sokat számít, mert hogy aki helyben termeli meg a jövedelmet, az itt is költi el. Bocsánat, még akkor is, hogyha korrupt, de akkor is itt költi el azt a jövedelmét, míg ha nem itt, hanem akkor máshol. Tehát én nem azt mondom, hogy a multik menjenek, ez sem ágában nincsen, csak érdemes egy erős helyi gazdaságot kifejleszteni mellé. Inkább fordítom mondanám, de ez most nem a Budapest problémája, hiszen Budapest túl nagy. Nagyon sok magyarországi város van, amelyikben egy nagy meghatározó zömmel multi van, amelyik a várost pénzzel látja el, és ez nagyon deformálja a helyi közösséget és a helyi város irányítást. Gyuri? Szóval a multik nem mennek el, mert hozzátartoznak a városi élet lényegéhez, ahol nincsenek ott, az nem város. Mert akkor itt voltak, amikor Mátyás király hozta maga iparosait, csak hát akkor akkorák voltak, most meg mások és nagyok. A városra gyakorolt hatásukról azért úgy, mikor Puzsér úr erről beszélt, akkor eszembe jutott a nyugati pályaudvar, hogy tessék talán megnézni a McDonald's szárnyának az állapotát és karbantartottságát és tisztaságát, meg a magyar államvasutak által karbantartott résznek a résznél ugyanezt. Úgyhogy a város az karavánutak találkozásánál jött létre, és addig város, amíg az marad. Aztán lehet valami más, de akkor az már nem lesz város. Nagyon jó, hogy említetted a nyugati pályaudvart, mert pont ezt választottam következő kérdésnek, és viszont itt szeretném, ha Iván válaszolna. A nyugati pályaudvar melletti elhanyagolt rozsdatelep kihasználható lenne valamilyen módon? Lehetne ott park? Hát szerintem a kérdező tudja a választ, persze, hogy lehetne. Lehetett is volna, normálisan a múzeumnegyednek, amit aztán a Városligetbe telepítettek, ott lett volna okos az elhelyezése, és akkor nincsen az egész konfliktus és kommunikációs csapda a Városligetbe telepítés körül. Madridban a milyenkihez nagyon hasonló, a nyugatihoz nagyon hasonló csarnok épületbe, az Atocsa állomásra egy parkot telepítettek belőle, és nagyon sokfajta kulturális, közösségi, vendéglátó, szolgáltató funkciókat vittek be. Tehát egyfajta plázának tekintették az egyébként plázát, hiszen a plázák is vásárcsarnokok voltak hasonló korban és hasonló technikai módon megépítve. Ez a nyugatinak az épület, az Eiffel-csarnok, az abszolút lehetne egy előszoba, egy antré, egy olyan szórt parkban telepített építészeti együtteshez, ami egyrészt összekapcsolja a Terézvárost az Újlipótvárossal, tehát átkötéseket, utcai átkötéseket tud megoldani, másrészt pedig a Városligetet behúzza lényegében a nyugati térig, majdnem a parlamentig, tehát egy intenzív zöld területet. Tehát igen, lehetett volna, erre rengeteg terv volt, Demján Sándor, itt szóba kerültek a lobbisták, ugye rengeteget dolgozott ezen, ez neki nem sikerült, vagy neki sem sikerült, nem tudom, mi kell hozzá, nem jó korban próbálkozott vele, majd valami lesz. Köszönjük szépen.
A következő kérdés. A modern zöld megoldások között is sok az ízléstelen. A ti terveitekről, hát nem tudom, mit konkrétan a ti az kiket takar, de válaszoljatok, és ezen modern megoldásokat várhatjuk, vagy Budapest klasszikus építészetéhez méltó megoldásokat? Hát inkább csak egy véleményt mondjatok. Csak egy fél mondat, hogy van egy remek kísérlet Hamburg mellett a Wilhelmszinzelen, hogy az építészek kiteszik, hogy milyen zöld megoldásokat tudnak, és van egy, ami az alga termeli a gáz című dolog, és az egész nap szürcsök, fortyog, zetyög, és hát nem tudom, látod nem. Tamás, tehát, hogy a klasszikus budapesti hívott építészethez, annak a rangjához méltókat kell építeni, ugye ez a kérdés, hogy ez zöld megoldásokkal meg tud-e valósulni. Hát ez nagyon nehéz az esztétikáról beszélni. Nem is, tehát, hogy ez olyan, mint mondjuk egy tervrajzot eltáncolni. Tehát amíg nincsen kézzelfogható vizuális megjelenése valaminek addig ez egy ilyen, hát egy ilyen nagyon teoretikus dolog, amiben én nem tudok részt venni, vagy nem tudok állást foglalni. De köszönöm a kérdést. Van Frank Lloyd Wright-nak van egy remek mondata, imádom, hogy az orvos eltemetheti a maga műhibáit, a építész csak azt tanácsolhatja ügyfelének, hogy ültessen kúszó növényeket. Tehát olyan nagy baj a növényekkel nincsen, de kétségtelen, hogy ahogy ez a Szent István park kinézett, ahogy az tervezetten és helyén az méltó volt az épületekhez, és együtt az a párizsi minőségű park, ami a Szabadság tér volt valamikor, annak nem sok köze van ahhoz a szörnyűséghez, ami ma a helyén van, és angol kertet tervezek, vagy franciát, lehet ilyen, vagy lehet olyan, vagy lehet modern koncepció. Sajnos a építészet és tárgykultúránk úgy átlagban a békasegge alatt van. És itt mutogathatnak egymásra beruházók tervezőkre, és tervezők hatóságokra, és mindenki a nagy közönségre, és viszont... és ez megjelenik az épületek minőségén is, és a közparkjaink minőségén is. Ami például a Madách téren történt, azt én tragikusnak találom, de sorolhatnám a példákat is. Nagyon sok vak is láthatta helyzet van, amikor az ég tudja, hogy hogyan született az a terv végül is, ahogy született, nem akarok panasz délután tartani. Nem jobb a kerttervezési kultúránk, mint az épülettervezési kultúránk úgy átlagosan. Egy szinten van. Még egy érdekes kérdést találtam, ez szerintem kicsit nemzetközi kitekintésű is. Hogyan lehetne alkalmazni Budapest esetében a legújabb zöld megoldásokat, például a zöld tetők, függőleges kertek? Ez azért érdekes, mert az Építész Fórum nemrég írta a Bosco Verticale nevű jelenségről, ami Milánóban van, és egy lakótelep, vagy két tömb, és egy hektárnyi zöld területet építettek be az erkélyekre, bokrokat, fákat, és nagyon hosszas kert tervezés, botanikai tervezés előzte meg ezt. Hát nem tudom, esetleg Iván, hogyha látsz arra esélyt, hogy Budapesten ilyesmik lehessenek? Én nem vagyok szakember a zöld kert, vagy a zöld tervezésbe, de ezek viszonylag közhelyes megoldások már. Nem is annyira ez a Bosco Verticale, hanem Párizsban van ez a Musée de Quai annak a homlokzatát, a Jean Nouvel tervezte, az volt az egyik első ilyen európai homlokzat, zöld homlokzat, ami egy növényzet volt, de azért rengeteg helyre telepítenek, már itt is azért vannak kávézók, szálloda előcsarnokok, ahol ilyen zöld falfelületek vannak, ennek a technológiája kialakult, létező, megvannak azok a növényi mixtúrák, amik optimálisak, jól tudnak így működni, jól is néz ki van alakítva, vagy hogy lehet ezeket csepegtetéses rendszeren életben tartani. Szóval ezek vannak, szerintem iszonyú drága mai napig, és ezért nem alkalmazzák még. Aztán amikor olcsóbb lesz, meg sokan fogják használni, akkor erre van szansz. Nyilván tűzfalakon lehetne ez jó, de hát ezek azért drága dolgok. Tehát olyan helyen érdekes, mondjuk én Mexikóvárosban láttam ilyet, ahol egy pici udvarban, ugye fantasztikus étterem volt, egy luxus étterem, ott csináltak egy óriási ilyen belső homlokzatot. Szerintem ezt is, itt is lehet.
Hogy kérdezem meg még, hogy a jelenlevők közül van, aki külvárosban lakik? Budapest külvárosában? És ezzel kapcsolatban nem lenne esetleg kérdés, mert a papíromon is, vagy pedig agglomerációs kérdés? Mert nagyon örülnénk neki. Mert erre már nem futotta igazából az időből, de ez is a tematika. Egy pedig kérdésem külvárosiként. Jelenlévők integritásukat tekintve mégis hogyan tudnak kezelni például naponta 10 000 panaszt, mert egy városból ennyi fog keletkezni, és ez pont a külváros részében lesz izgalmas. Aki haver közel van a tűzhöz, annak a panasza kezelve lesz, aki nem. Az egész város integritását a panaszkezelés írja le. Önök létre tudnak hozni egy olyan integritást, mely által a panaszkezelés arányosan és megfelelően feldolgozásra tud kerülni, akkor ez a város fejlődni fog. Ha nem, akkor aki közelül a tűzhöz, annak a panasza teljesítve lesz, aki nem, távolul a tűzhöz, és ez van külvárosban is, akár gyakorlatilag mi akármit kérhetünk. Jó, örülök, hogy feltetted a kérdést, mert igazából azért nem továbbítottam, mert ezt erősen politikai jellegűnek éreztem, ez pedig egy szakmai kerekasztal beszélgetés. De jó, hát hogyha érkezik válasz, akkor... Szerintem egy picit félértésen alapul, mi nem vagyunk senkik, már így tehát, együtt, aztán végképp nem. Meghívott igen, tehát hogy ez vagyunk. Nem egy tím. Nem vagyunk egy tím. Nem egy politikai tím. Ne, de még akár szakmai tím sem. Még szakmai tím sem. Azt hiszem egyébként az önkormányzatiságnak egy picit ez a dolga. Tehát ezt, ami... ezt a kérdés a Puzsér úrnak kell föltenni, hogyha... Ez egy szigorúan szakmai tehát, igen, de... politikai nem egy át, az nem rendben van, csak ennek a ez közigazgatási kérdés túlnyomóan. Igen, ez közigazgatási. És ezt az önkormányzati rendszer hivatott ma kezelni, tehát a helyi önkormányzatok, kerületi önkormányzatok hivatottak ezt kezelni, mivel ez egy eléggé lehetetlen rendszer, ezért a fejekben 30 év után is állati sok zavar van abban a tekintetben, hogy mi az, ami a főváros jogosultsága, és mi, ami a helyi önkormányzat jogosultsága. És ezért nagyon sokszor van az, hogy panaszokat adresszálnak a kerületnek, ami a fővárosi, vagy éppen fordítva, de alapvetően ez az kerület, mindenhol a kerületek elsősorban. Még egy gyors mondat kiegészítésképpen, mert nem ez volt a téma, illetve nem is került elő. Ugye most a Csabból is ez folyik mindenhonnan, hogy okos városok. És talán a kérdés egy kicsit becsatornázható ebbe, hiszen ugye az okos közigazgatásnak az egyik lehetősége az, hogy tulajdonképpen olyan felületeket nyitnak interneten, stb., ahol az átlag állampolgár, például járókelőpontú, meg stb. Van egy csomó már létező felület, ahol problémákat lehet megjeleníteni, tehát nem a havernak, meg a csocsesznek keresztül nyomom be a panaszomat, hanem ezeken a felületeken, ahol igazából nem jelenik meg, hogy kitől jön a probléma. Tehát most hosszú távos, persze szembe jön a nagy magyar valóság, de vannak már erre utaló nemzetközi tapasztalatok, hogy ez működhet úgy, hogy nem feltétlenül mondjuk így a korrupción keresztül oldódik meg egy probléma, illetve kis léptékben már vannak, engedjétek, már most már van régóta együtt vagyunk, hogy ilyen személyes tapasztalatom, hogy most ugye egy szemétszedési akció van, ez így a környezetünk lelakása, ugye és éppen kiírtam az internetre, hogyha már megengedtek ilyen egészen személyes dolgot, van egy ilyen életfilozófiám, hogy az emberek alapvetően két csoportra osztatók, az egyik, aki lelakja, szétbarmolja, tönkreteszi a környezetét, teleszemet, stb., a másik csoportban meg azok, akik ezek után eltakarítják a mocskot és az egyéb dolgokat, és akkor összeszedtem a 11. kerületben, ott a Petőfi laktanya környékén ismerőssel, nagyon fertőzött terület, teli volt 10 éves bakancstól kezdve, nyakkendő keresztül, mindenféle töménytelen mennyiségű petpalac, minden, 3-4 ekkora óriási zsák lett, és írtam az önkormányzatnak csak így vaktába e-mailt, és megmondom őszintén, leesett az arcom, mert én arra számítottam, hogy majd előbb-utóbb jön, hogy illegális hulladék lerakásért engem fölnyomnak, lefényképeztem, megjelöltem, hogy itt van a 3 nagy zsák szemét, és egy hét után kellemes meglepetésemre eltakarították, elvitték az általunk összetett szemetet. Tehát vannak azért pozitív tapasztalatok, vannak előremutató jelek, de hát azért még... De minden esetre, amit kérdeztél, arra ez a smart vonal lehet talán
megoldása, ki tudja, hogy lesz, mert 10 évvel ezelőtt mindenki okosváros akart lenni, bocsánat, kreatív város akart lenni, most az elmúlt évek mindenki okosváros akar lenni, nem tudja, hogy mi lesz a következő, de elvileg a lehetőség az megvan erre. Még János szeretett volna valami? Igen, én egy következő nem népszerű megjegyzést fogom tenni, hogy hát én most megvédem a politikusokat. Tehát, hogy tehát csináltunk most egy nagy kutatást, hadd nem mondjam el, kinek kegyetlen mennyiségű interjút csináltunk politikusokkal, Battonyától, hogy szoktak mondani Battonyától, tudj Isten, eddig nem Záhonyig, hanem Hegyes Halomig, ez az, igen. És hát nyilván azt találtuk, hogy van egy csomó hülye politikus, meg egy csomó nem hülye politikus, de hogyha bemegyünk a kocsmába, találunk egy csomó hülye embert, meg egy csomó nem hülye embert, tehát hogy ilyen szempontból nagy különbség nincsen. Én inkább azt gondolnám, hogy hát a politikusoknak borzalmasan nehéz dolguk van, mert hogy mi szakértünk, de igazából ők viszik a bőrüket a vására. Ha valamit elrontunk mi, és ők azt elhiszik, és aztán belebuknak, akkor nekik lesz rossz. Tehát az a szakértő kicsit úgy van, mint a rabbia, hogy hívják akkor a mindenfajta ötleteivel. És a politikusnak van egy borzalmasan nehéz dolga, hogy sosincs optimális válasz. Tehát a világ nagyon nem fekete-fehér, hanem mindig rossz válaszok vannak, és a rossz válaszok között vannak kevésbé rossz, meg még rosszabb válaszok, és ezek között kell neki valamiképpen döntés hozni. Ráadásul egy olyan erőtérben, ahol borzalmasan információ hiányos a rendszer. Tehát amikor azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy mit akarnak a lakók, hát a nyavaja se tudja. Azt se tudjuk, hogy hányan laknak Budapesten. Azt tudjuk, hogy egy felmérésből én most azt satszolom, hogy legalább 25-30% bérlő van Budapesten, a KSH mond egy 10-es számot, mert ez az a 10% hülye, aki bejelenti. De van egy 20%-nyi normális ember, akinek eszében jut bejelenteni, csak azért, hogy még többet tudjon fizetni. Tehát, hogy nem tudunk semmit, és a politikus még kevésbé tud dolgokat. Az, hogy mi lesz a gazdaságban, hát nem én vagyok a közgazdász, de a nyavaja se tudja, hogy mi lesz a gazdaságban. Tehát egy iszonyatos információ hiányos helyzetben kell gyakorlatilag bekötött szemmel egy dzsungelbe rohanni előre. Aztán reménykedni, hogy nem egy fa találja fejbe, hanem előbb-utóbb fejbe találja, politikus ezt tudja. De hogy nehéz szakma ez, komolyan. Ennyit a politikusok megvédésére. Kérdése a közönségben? Jó, mert nagyon türelmesen látom, mindenki végighallgatta a válaszokat. Bárki, bármit? Igen. Én leírtam az egyiket. De ez az angliai? Igen. Az, hogy Angliában gyakran láttam egyenesre? Okay, el tudom mondani. Jó. Igen, tehát gyakran láttam angol, vidéki Angliában is, meg Londonban is olyan zöld megoldásokat, különböző susnyásokat, bokrokat, fákat egyenesre levágják. Még akkor is, hogyha ez egy ilyen kevert susnyás lenne amúgy, ami nem nézne ki olyan jól, de csak azzal, hogy ilyen egyenesre vagy formásra levágják, már is rendezetnek tud kinézni, és megtartottak minden zöldet. Hogy én kevés ilyet láttam viszonylag Magyarországon, hogy mondjuk így ki van vágva egy ilyen kis lyuk a buszonat, hogy ott el tudjon menni, és ez pont úgy ki van mérve, vagy le van vágva a bokornak a széle, vagy teteje, hogy ezen gondolkodtatok el, hogy ilyen jellegű megoldás. Szerintem ez körülbelül ugyanaz a probléma, amit többször felvetődött már, vagy említés, hogy hogyan lehetne kevésbé szemetes a város, hogyan lehetne rendezettebb, és mi ezt urbanisztikailag hogyan tudhatnánk szolgálni. Nekem van egy meggyőződésem, amiben lehet, hogy itt, sőt, biztos vitatkozunk, de Párizs esetében azt látom, hogy ott olyan fajta szabványok vannak konzekvensen érvényesítve, húzam régóta, hogy az már egyfajta edukáló, fegyelmező hatással bír a lakosságra. Ezért azt értem, hogy mindenhol a járda 12 centi, lehet, hogy 16 vagy 8, nem tudom, de annyi amennyi, és mindenhol ugyanannyi, és minden utcasarkon úgy megy le, és úgy megy föl, és nem most kezdték, hanem ez hosszú-hosszú évtizedek óta így van. Ugyanez igaz, nálunk vannak ezek a bumszlik, amik a járda mellett vannak, ahány kerület, annyiféle, kinyomják az autók, rozsdás, vacak, ott mindenhol a járdák mellett nagyon egységesen és nagyon konzekvensen használt melvédek és ilyen panel, vagy hogy ezeket nem tudom minek, hogy milyen cölöpök vagy oszlopocskák vannak. Ez szerintem nagyon fontos. Hogy? Poller. Poller, ez a becsületes magyar neve.
Demszki Bumszli, vagy Demszki Karó, vagy ez. Igen, és ugyanez igaz a többire is. Szerintem az urbanisztika ott követel hibát, amikor egyrészt kijelenti, hogy egy európai típusú Bécs, Milánó, Barcelona, Párizs jellegű nagyváros csinálunk, majd utána kiszaggatja a térfalakat. Tehát elindul egy házsor, egy utcavonallal, majd utána kiszaggatja, és oda tesz egy lepényépületet. A fene tudja, hogy miért, mert éppen azon a héten az volt a divat a műegyetemen, vagy a nem tudom én hol. És mivel a város tele van ilyen bizonytalanságokkal, Alkotás utca számomra egy ilyen. Lehetne egy nagyszerű sugárút, nem az. Dózsa György ugyanez, most a Városliget melletti szakasza. Lehetne egy nagyszerű bulvár, nem lesz az, sose lesz, pedig mondjuk Párizs szerintem éppen ezt teszi fegyelmezetté. Hogy ott hat emeletes házak futnak egészen a Párizs vége tábláig, és utána jön a mező. De addig az egy város, urbanisztikailag markánsan megfogalmazott város. És nálunk ez az, ami hiányzik, ezért rossz mondjuk például az, hogy ahány kerület annyi főépítész. Itt felmerült, hogy nincsen arculat, meg egyebek. Annak idején, mikor a fővárosnál dolgoztam, kísérletet tettem rá, hogy a Nagykörút összes érintett kerületjének a főépítésze üljön már egy asztalhoz, és közösen dolgozzunk ki egy olyan arculati elvárásrendszert, amit érvényesítünk. Egyrészt egy olyan színdinamikai koncepciót, ami végigmegy a Nagykörút házain, másrészt pedig egy olyan protokollt, ami szerint lehet, meg nem lehet kirakatot csinálni, vagy egy algoritmus, de amit mindenki elfogad. Képtelenség volt, nem lehetett leültetni őket. Akkor még rettenetesen rossz volt a helyzet, mert még voltak átkos kommunista kerületek is, és ezért aztán nem ültek le egymással. Most, hogy viszont mindenki fideszes, most se ülnek le. Tehát nem értem, hogy mi kellene ehhez. Tehát, hogy? De hát ez még, szóval nem lehet. Tehát itt megint a kooperáció, ebben vagyunk mi nagyon gyengék, ezt kéne fejleszteni. Hát akkor nagyon szépen köszönjük mindenkinek, nektek mindannyiatoknak, én pedig nagyon örültem, hogy ilyen szakemberekkel beszélgethettem. Jó, legyen egy záró panasz akkor. Én a Kerékpáros Magyarország Szövetségtől vagyok itt, az integritás tanácsadójuk vagyok, illetve a faátültetés.hu-nak. Én szeretnék panaszt tenni nektek, mert a fákat nem kezelitek építészeti elemeként. 20 méter magas, másfél méteres törzsátmérő fákat tudunk szállítani. Szuper. Mert később jöttél, pedig volt erről szó. Végigjátszottam a főkerteleszt, Opitz GmbH korrupciós vonal, nagyon fasz a király. Ezért így gondolkoznatok el, hogy mi kell ahhoz, hogy a fákat, mint építészeti elem. Legyen, és ez a panaszom, nem kezelitek téglaként a fát. Az egy elem, amit be kell rakni, és be lehet építeni. Én tovább megyek. Én azt gondolom, hogy Magyarországon bambusz telepeket kéne létrehozni azért, hogy a vas és acélrendszerek helyett olyan építőanyag legyen, ami széndioksziddal... Igen, tehát hogy nekem ez a mániám, hogy itt át kell alakítani az építészetet is. Hát akkor nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy minél többen biciklivel vagy gyalog mennek haza. Viszontlátásra.